kívánok, kedves vendégeim! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Borsodabori Centrum megyei kereskedelmi és iparkamara és a Magyar Közgazdasági Társaság Borsodabori Centrum vármegyei szervezetének közös rendezvényén. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket itt helyben is, és köszöntöm a megjelenteket az online térben is. Lukács Edit vagyok, a megyei közgazdasági társaság titkári feladatokat ellátó alelnöke. A mai napra meghívott vendégeink egy kedves baráti beszélgetéssel készültek, egy személyes megemlékezéssel arról, hogy mi történt velünk a környezetünkben az elmúlt 20 esztendőben. Ha így körbenézek, akkor életünk legaktívabb 20 évét éltük meg az elmúlt évben. Gyerekek születtek, felneveltük őket, pályára állítottuk őket, vállalkozásokat alapítottunk, éltünk el sikereket, szenvedtünk el kudarcokat. Én azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a saját 20 éves története. Talán az itt elhangzó gondolatok némelyik eseményt egy kicsit Önökben is meg fogják erősíteni. Szeretném nagy tisztelettel megköszönni az ötletadónak, hogy ezt a programsorozatot kitalálta, megálmodta, a Magyar Közgazdasági Társaság Európai Uniós szakosztályának elnöke, Barát Etele úr, valamikor az év elején egy felhívást kezdeményezett az országos szervezethez, és örömmel jelenthetem, hogy több mint 30 esemény keretében a Közgazdasági Társaság megemlékezik az elmúlt 20 évről. És akkor szeretném bemutatni Önöknek a mai felkért előadókat, akiket természetesen nem bemutatni kell, hanem nagy szeretettel és tisztelettel köszönteni. Először is nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadta a moderátori felkérést Perszni dr. Gál Ildikó, aki a Magyar Közgazdasági Társaság helyi elnökségének alelnöke, és az Európai Számvevőszék magyar tagja és európai parlamenti képviselőként sokkal többet utazott Brüsszelbe, mint itt mi összesen ahányszor repülőre ültünk. Szeretném köszönteni körünkben Bánné dr. Gál Boglárkát, Borsodabony-Szentlén vármegye közgyűlésének elnökét, aki elsőre szintén örömmel és szeretettel fogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben professzor dr. Horváth Zitát, a Miskolci Egyetem rektorát. Isten hozta körünkben Veres Pál polgármester urat, Miskolc és mint házigazda és a megyei közgazdasági társaság elnöke, Bihal Tamás elnök úr, akit szeretnék megkérni, hogy Tamás, két szót, ha szólnál a jelenlévőkhöz és az online térben levőkhöz. Én megköszönöm a figyelmüket, érezzék jól magukat, a kis eseményünk után majd egy kis könnyű tavaszi ebédre várjuk Önöket sok szeretettel. És annyit szeretnék még bejelenteni, hogy a későbbiekben is az előadás a Magyar Közgazdasági Társaság oldaláról online elérhető lesz. Tehát ha valaki még egyszer szeretne belekattintani, megnézni, ezt megteheti. Köszönöm szépen, Tamás, még szót. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Én is nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm vendégeinket. Örülök, hogy ebből a körbe beszélgethetünk a Európai Unió 20 éves jubileumáról, és köszönöm természetesen Önöknek, hogy eljöttek a társaság tagjai, vállalkozók. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan beszélgetés lesz, ahol mindenki a saját szemüvegén keresztül fogalmazhat meg értékelő mondatokat, gondolatokat, tárgyszerű eseményeket. Nyilván sokféleképpen éljük, élhetjük meg ezt a 20 évet. Kaptam olyan levelet vállalkozótól, aki azt mondja, hogy ő biztos nem fog eljönni, mert egy vasat nem kapott soha az Európai Uniótól, és ezért neki semmi ünnepelni valója ezen nincsen. Természetesen megértem. Nagyon sok olyan vállalkozó van, aki azt fogalmazza meg, hogy hát mi az, hogy én nem kaptam soha egy fillért se, pedig hát járna, hát ez valószínű ugye egy rossz testtartás, mert ez nem jár, ezt azért azt gondolom mindenki
magába rögzíteni. De azért nagyon sok minden történt, és azt remélem, hogy nagyon sokféle szempontból a tudomány, a politika, közigazgatás, helyi ügyek, Miskolcváros, Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye, és természetesen kamara a gazdaság képviseletében is gondolatokat fogalmazhatunk meg. Gondolom, hogy annyiban interaktív lehet a dolog, hogyha majd a végén van valakinek megkerülhetetlen véleménye, akkor azt is kíváncsian várjuk. Sok szeretettel köszöntöm minden, mégis a jelenlévőket, és akkor átadom a szót Percnék Ál Ildikónak. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Javaslom, hogy maradjunk ülve, hogyha megengedik, mert fura lenne, hogy időnként felugrálunk, és mondunk két szót, és visszaülünk. Nagy megtiszteltetés számomra, és köszönettel vettem a felkérést erre a kerekasztal beszélgetésre, hiszen 20 év nagy idő, és 20 év alatt sok minden történik. Óriási várakozással indultunk ennek a 20 évnek, hogyha hozzáteszünk még 10-et, akkor elérünk oda, amikor a csatlakozási szándékunkat benyújtottuk. Tehát ez nem egy rövid folyamat volt, és ezek az évfordulók mindig egy mérföldkövet is jelentenek, és alkalmasak is arra, hogy számvetést készítsünk, és értékeljük a múltat, ezt tegyük meg a jelenben, és nézzünk egy kicsit a jövő felé. Edith már említette, hogy mi mindenkinek köszöni, hogy egyáltalán ez a gondolat és ez a beszélgetés létrejöhetett. Most szeretnénk megköszönni Lukács Editnek, hogy megszervezte ezt, mert a jó gondolatok csak akkor valósulhatnak meg, ha valaki tetteké fogja alakítani őket, és tudjuk, hogy ez a legnehezebb része a történetnek. Hölgyeim és uraim, 20 éve vagyunk egy olyan közösségnek a tagjai, ahová vágytunk, ahova szerettünk volna tartozni, és valójában mindig is tartoztunk. Az Európai Unió közössége egy gazdasági közösség, egy jogi közösség és egy értékközösség is egyben. Azt tudom mondani, hogy gazdasági közösség a gazdasági együttműködésen alapuló közösség, ami mindig két félnek a szándékától függ. Nem elég egy kínálatot megjeleníteni, a kínálatot el is kell tudni érni. Politikai akarat van mögötte, és a politikai akarat alapján válik a gazdasági együttműködés gyümölcsözővé. Ugyanakkor egy kulturális sokszínűség is jellemzi. A 27 tagállam, 27 kultúrával, 27 történelemmel, történelmi múlttal, értékekkel rendelkezik, és együtt tudnak működni a legnagyobb belső piacon, ami a világon van. Úgyhogy az Európai Unió belső piaca számunkra 2004-ben egy óriási lehetőséget nyitott meg. Persze lehet mindezt számokra is fordítani, meg is fogjuk tenni, meg fogjuk nézni a társadalmi aspektusát, meg fogjuk nézni a demográfiára, oktatásra, gyakorolt hatását a jövőre, környezetvédelemre, a környezetünkre, egyáltalán ahogy vagyunk. De én először vissza szeretnék menni az időben, jó volt 2004-ben lenni, sokkal fiatalabbak voltunk, egészségesebbek voltunk, sok pozitív oldala is volt, tele voltunk várakozással. Hát írjuk 2003-at először, aztán akkor elfogadták, ugye beléphettünk az Európai Unióba, 2004. május 1-én csatlakoztunk, és teljes jogú tagokká is váltunk abban a pillanatban, és ez meg is testesült abban, hogy egy hónappal később meg is tartottuk az első európai parlamenti választást is, ahol megválasztottuk a képviselőinket. Hát 2004. Kinek mi jut eszébe róla? A rendkedvéért kezdjük mindig egy kör formájába, először polgármester úr, és zárjuk elnök úrral. És azt szeretném még megkérdezni, hogy hol ért bennünket 2004? Mik voltunk, és mik lettünk 2024-re? Tehát egy kis szakmai ugrást is szeretnék kapni arról. Hol ért bennünket 2004, mit vártunk tőle, milyen várakozásaink voltak,
ha egy mondatban meg lehet foglalmazni, akkor az a legjobb, hogyha meg lehet tenni. Ha nem lehet megtenni, akkor egy picit hosszabb, az időkeretünk véges, 2 óra áll rendelkezésünkre. Polgármester úr, önél a szó. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az első kérdés, hogy kellemes 2004. Hát én ugye 1997 óta vezettem a Földes Gimnáziumot, tehát engem úgy ért ott, hogy gimnázium igazgató voltam. Én is egy picit azért hátrébb nyúlnék, nem csak 2004-re, hanem előtte, hiszen már itt a csatlakozási szándék után azért nyíltak meg olyan csatornák és lehetőségek a 90-es évek végén, amelyek már előrevetítették, hogy milyen előnyei lehetnek annak, hogyha mi az unió részesei lehetünk. Én azt gondoltam akkor, őszintén, hogy tulajdonképpen kiteljesedett az, amit a 1990-es változás, a rendszerváltoztatás hozott Magyarországon, és ezzel válik igazán teljessé ez a lehetőség, hogy mi csatlakozunk ehhez a nagy családhoz, ami Európa, amelyhez szerintem mindig is tartoztunk, még úgy is, hogy ugye identitásunkban sok országtól, ahogy itt az előbb hallottunk, különbözünk, de ennek ellenére én úgy éreztem, hogy nagyon sokat tudunk mi is hozzátenni, ugyanúgy amellett pedig nagyon sok lehetőséget kapunk. Már előzetesen, amit én oktatási vezetőként akkor láttam, az a legfontosabb az volt, hogy kinyílt számunkra a világ. Ugye én még egyetemistaként a nyugati ösztöndíj az Rostockig terjedt, vagy esetleg Kijevig terjedt a nyugati ösztöndíj. És a mi diákjaink akkor már a 2000-es évek elején a Comenius program keretében számos európai országgal, ország diákjaival találkozhattak, nyelvet tanulhattak, megtapasztalhatták azt, hogy nem vagyunk semmivel sem rosszabbak, sőt, mondhatom azt, hogy talán még jobbak is vagyunk bizonyos dolgokban, mint ő, de minden esetre kinyílt a világ lehetőségeivel is, vagyis az azt jelentette, hogy aki itt Magyarországon tanult, és aztán tovább szerette volna folytatni tanulmányait akár külföldön, ennek a lehetősége is nyitott volt. De én mondom, oktatási oldalról ez így látszott, és akkor onnan a Földesből éppen kész lett az új épület, úgyhogy nagyon bizakodva néztünk a jövő elé. És én azt gondolom, hogy számunkra, most az oktatási oldalat nézem, valóban egy nagyon nagy lehetőség lett így. Természetesen ennek megvan az árnyoldala is, hiszen jó néhányan, akik úgy döntenek, hogy mondjuk a masterképzést, vagy akár a doktori iskolát már külföldön járják, vagy tanulják, vagy végzik el, ők ugye nagyon veszélye arra, hogy ott is maradjanak. Viszont van egy másik lehetőség, hogy egyre inkább kinyílt olyan szempontból a világ, hogy nemzetközi cégek Magyarországra jöttek ki, nemzetközi cégeknél lehetett dolgozni Magyarországon, és akár versenyképes nyugat-európai fizetésért is. Ugye ez nagyon fontos volt. Mi azért nehéz helyzetben voltunk, hiszen maga a város, és én iskolavezetőként nagyon rosszul éltem meg azt a 90-es évek végét. És akkor a gazdasági változások miatt, ahol egy 26 ezer ember szinte egyik napról a másikról vesztette az összes lehetőségét, állását, megélhetését a kohászat nehézipar összevonásával, az akkori fiatalok hát majdnem, hogy menekültek, és próbáltak olyan lehetőségeket keresni máshol, amely az ő életüknek az elindítását jelentette. És nagyon rosszul esett akkor nekem, hogy a mi végzett diákjainknak is háromnegyed része, vagy még lehet, hogy több is nem Miskolcon akar tovább tanulni, és ez már be is bizonyosodott, hogy ők nem nagyon tértek ide-vissza, vagy nagyon kis számban tértek vissza. Most is hiányzik egy generáció gyakorlatilag innen a városból, akiknek a gyerekei már az iskolába kéne, hogy járjanak itt. Tehát ez egy komoly probléma, előrevetítve a mai problémákat is. Szóval így álltunk neki, én mondom, nem éreztem akkor ilyen szempontból jól magam, hiszen nagyon sok fiatal elment, akkor volt egy statisztikai adat, hogy akkor elvándorlók közel 80%-a 18 és 35 év között is legalább érettségizett volt. És aztán ez előrevetített sok problémát, de erről majd úgyis beszélünk. Igen, beszélünk. A következő körben elnök asszony, Karancsony. Köszönöm szépen. Én nem tudok annyit beszélni, mint polgármester úr. Én 2004-ben, mint fiatal egyetemista, aki éppen a jogi karon folytatta tanulmányait, éltem meg a
az Unióhoz való csatlakozást a rengeteg jogszabállyal és az Unió intézményeivel, hát ami így elsőként elég rémisztő volt, hogy csak vissza gondolunk jó pár évtizeddel korábbra. Viszont én azt gondolom, hogy, és majd a jövőben fogunk róla beszélni, hogy milyen pozitív hozadéka volt annak, hogy mi 2004-ben beléphettünk az Unióba, és mennyi mindent kaptunk. Tehát én így éltem meg 2004-ben, 20-akárhány évesként, egy nő soha nem mondja ki a korát, de hogy hát úgy nehezen az intézményi keretek között, hogyha csak a jogszabályi kereteket nézzük. Viszont szerintem nagyon fontos az, hogy itt maradtunk. Én is a családommal együtt lokálpatriótaként jelenleg is a megyét erősítjük, és pontosan az volt a célunk, hogy akár vidéken, akár a teljes vármegyét nézve a megyét kell építeni, és azokat a csodálatos településeket erősíteni, amelyek jelenleg is Vosloboly-Zemplén vármegye részét képezik. Köszönjük szépen, Elnök asszony, Rektor asszony! Köszönöm szépen! Hát kettős választ adok, hogy én hogy éltem meg, és hogy éltem meg az egyetem, mert úgy vagyok, mint az asztalos, hogyha kap egy kalapácsot a kezébe, minden szegnek lát, én meg ha kapok egy mikrofont, az előbb-utóbb mindig az egyetemről fogok beszélni. Ez nagyon szépen. Röviden, én ugye zalaegerszegi vagyok, és ott születtem, ide jártam egyetemre, és túl azon, hogy a családom minden tagja szinte otthon él a mai napig Zalában, és nagyon kevesen kerültünk el otthonról, ezért a zalai rokonok, barátok nem nagyon értették, hogy egy akkor egy olyan helyzetben lévő város, olyan megyét választók lakhelyéből, amelyik pont azokkal a problémákkal küzd, amit polgármester is mondott a rendszerváltozás után. Viszont én a 2004-et úgy éltem meg, hogy akkor indult el az a szakmai karrierem, amire majdhogy nem kicsi korom óta vágytam, történész lehettem, túl voltam a tudományos fokozatszerzésen, és éppen az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően én a 2000-es évek elejétől egészen addig, amíg nem kerültem valami fajta vezetői pozícióba, és nem vitte el az életemet, meg az időmet a kutatástól az adminisztrációs igazgatási feladatok végzése. Én évente egy-két hónapot uniós források segítségével, kutatói ösztöndíjjal tudtam tölteni Grazban, Bécsben, Prágában, Németországban. Az, hogy én ma egyetemi tanár vagyok, azért az nagy mértékben köszönhető annak, hogy ezeket az alkotó éveket viszonylag fiatalon érdemi szakmai munkával tudtam tölteni, és ezt én saját akkori adjunktusi tanársegédi fizetésemből nem tudtam volna tenni, hogyha nem lettek volna azok az uniós források, amelyek révén én ott kényelmesen eltölthettem aktív alkotói munkával ezeket az időszakokat. Az egyetemünket nézzük, csak egy mondattal, tényleg, akkor azt tudom mondani, hogy túl volt az egyetem azon a fejlődési íven, ami az 50-es évektől a kezdeti műszaki jelleg után egy széles körű oktatási-kutatási tevékenységet folytató univerzitásszá vált. Az elnevezésében ugyan változtak a karok, de ahogy ma ránézünk a Miskolci Egyetemre, azok éppen a 80-as, 90-es, 2000-es években alakultak ki, és vált az egyik, hát biztos szerénytelen vagyok, de az egyik legmeghatározóbb hazai felsőoktatási intézményévé az országnak. Elnök úr. Köszönöm szépen. Hát miután én 2004-ben elnöke voltam már a kamarának, ezért én is nagyon sokat tudnék mondani, mondok is, de igyekszem magam korlátozni 5 percbe talán. És én is visszanyúlnék, ahogy Ildikó is említette, és polgármester úr is 2004 elé. A rendszerváltás után volt lehetőségem, és nagyon nagy élményt jelentett az Amerikai Egyesült Államokba utazni többször is. Két oka volt ennek. Egyrészt akkor alakultak Magyarországon a regionális átképzőközpontok, amik a óriási, különösen a mi megyénket igen jelentősen sújtó közel 30%-os munkanélküliség kezelésére szolgált. Másrésztről meg majdnap, hogy nem tudom miért, de kaptam egy USAID ösztöndíjat az államokban,
egy hónap, és ott azt tapasztaltam rengeteg élménnyel természetesen, hogy azért a keleti fiúra úgy rácsodálkoztak, és mondták nekem, hogy ez itt a fénymásológép, ez itt a nem tudom mi. És akkor azt hittem, hogy most itt vagy nagyon hülyének néznek, vagy nem tudom mi van itt, és ez a folyamat sajnos Brüsszelbe is folytatódott egy kicsit, Strasbourgba, Brüsszelbe, hogy látszott, hogy ez a nyugati világ azért igen gyanakóan méreget bennünket, és ez üzletként ez azért úgy nagyon nem esett jól. Mindenesetre a folyamat azért elindult, a 90-es években a kamarák is rámozdultak a magyar kamarai rendszer fejlesztésére, hisz az Antal kormány 94-ben fogadta el a mai kamarai törvényre épülő köztestületeket, és német kamarák szinte napi vendégeink voltak, olyannyira, hogy a kollégáim, és itt elsőként Midló Tamás szeretném megemlíteni, akit talán sokan ismertek, aki később berlini, majd müncheni főkonzul is lett, tehát egy nagyon komoly diplomáciai pályát is befutott. Segítettek bennünket, megmutatták, hogy egy kamarát hogy kell építeni európai gyakorlatnak megfelelően, és remélem, hogy ez a mai napig is hasznosul, de ez egy hosszú folyamat volt, mire elértünk 2004-ben a csatlakozás idejére. Ha nem szerintelen, akkor azt mondom, hogy 2004-ben a kamara készen állt arra, hogy ezt az Európai Uniós folyamatot a gazdaság szereplői számára is támogatásként és egyfajta segítő készként segítsen. Mellesleg akkor alapítottuk meg azt a magánvállalkozásunkat, amelyik mai napig is működik, tehát 21 éves, a Northender Kft-t, amelyik az Európai Uniós források menedzselésére, a projektek támogatására szorult. Tehát ez, ez az ív, amelyik 2004-ben bele vitt bennünket, és természetesen a kamara is ezt rendkívül pozitívan érte. Köszönöm szépen! Muszáj mondanom arról is, hogy engem hol ért 2004-ben ez a csatlakozás, de előtte azt szeretném mondani, hogy közös kiindulási alapként, hogy 2003-ban volt egy népszavazás, aminek eredményeképpen elindult egy nemzeti konszenzuson alapuló közös siker, hiszen pártokon átívelően, pártoktól függetlenül a érvényesen szavazók 84%-a szeretett volna az Európai Unióhoz csatlakozni. Tehát tényleg ez egy konszenzusos dolog volt, aminek eredményeképpen ez a csatlakozás létrejöhetett, ami engem a katedrán ért körülbelül, hiszen akkor már a Miskolc Egyetem gazdaságtudományi karának az igazgatója voltam, docensként dolgoztam, és pontosan akkor, mint egy forgószél, bekerültem a politikába, és ki is röpültem az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, majd még nagyobb fordulattal az Európai Unió egyik tagállamába maradva, a politikából kikerülve, jelen pillanatban a szakmai pályámat építem az Európai Unióban. És nekem egy mondatos várakozásom volt az Európai Unióval kapcsolatban. Meggyőződésem volt, hogy egyrészt oda tartozunk, tehát ez nem volt kérdés számomra, én is értettem, hogy miért nevezzük ezt igaziból csatlakozásnak. Másrészt pedig azt gondoltam, hogy együtt, akkor 28-an, vagy most 27-en, többek vagyunk mindenféleképpen, és erősebbek vagyunk, mint egyenként lehetnénk, mint Magyarország egyedül lehetne. És azt gondolom a jövőről, hogyha most 24-et írunk, akkor együtt meg kell maradnunk annak, amik egyenként lehetnénk. Tehát ilyen jövőt szeretnék látni az Európai Unióban. Tamás felvezette, hogy azért nem jött el egy út, mert hogy nem kapott pénzt az Európai Unióból. Ez a pénz, ez 1989-ben kezdődött, tehát jóval a csatlakozás előtt. Polgármester úr már említette is, ez volt a bizonyos PHARE program, amit talán sokan ismernek és emlékeznek rá,
aminek keretében, tényleg mint egy világító torony, elindult a gazdasági szerkezet átalakításunk. Talán emlékszünk arra az időre, hogy bizony ez elég jelentős lépésekkel járt. És aztán, amit rektor asszony említett, az pedig a Tempusz program volt, aminek a keretében oktatók és hallgatóknak a cseréje elindulhatott, és ösztöndi programok indulhattak el. És bizony hajlamosak vagyunk a Európai Uniót csupán gazdasági szempontból nézni, gazdasági aspektusból tekinteni rá, adott-e nekünk, mennyit adott, és mikor adott, és hogy adott, hát akkor nézzük a számokat. Gazdasági szakemberek révén repüljünk át egy kicsit a gazdaságnak a világába, hová jutottunk. Azt abban közösen egyetérte, már említette is polgármester úr, elnök úr is, hogy bizony itt egy nagyon-nagyon nehéz leépült ipari környezet volt, ami sok-sok kilátástalanságot és kevés pozitív jövőt adott a fiataloknak, aminek eredményeképpen sajnos Miskolcról jelentős elvándorlás indult meg. Kaptunk egy bélyeget, amit nagyon nehéz egyébként, talán azt mondom még a mai napig kezelni. Már régen nem arról van szó, hogy csak egy ipari város lennénk, ami nem bűn, hanem lehetőség egyébként, hanem itt van egy bükk, itt van egy nagyon szép zöld környezet, meg annyi új vállalkozással, itt van az egyetem, sok-sok nagyon értékes középiskola, nagyon prosperáló KKV vállalkozásaink vannak, mégis szeretnénk, ha nem, egy kicsit Miskolcot újra kell építeni, és a megyét is egy picit újra kell építeni. Pedig, hogyha általánosságba támasztanám alá számokkal ezt a csatlakozást, akkor azt tudom mondani, hogy például a nominális GDP-nk 2,4-szeresére nőtt. 85 billió volt 2003-ban, 2024-ben pedig 203, vagy a 4,3-szorosára nőtt a GDP per capita értékünk. Vagy a munkanélküliségi ráta mennyire lecsökkent, ugye Tamás említette, 30% volt, most átlagosan 4,2, de a hosszú távú munkanélküliség 1,5%. Vagy a másik oldala ennek a munkaerő részvételi arány, az megnőtt. 54% volt, most 67%. Ez egy óriási növekedés, tehát átfordulás van. Vagy hogyha az FDI-t nézem, ott is jelentős tőkevonzó képességünk van. Persze sose leszek elégedett. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van. Én szeretném, hogyha a fejekbe, a humán erőforrásba kerülne ez a tőke, és kevésbé a betonba. Szeretem a beton, csak az annyira szilárd, annyira törhetetlen, és az emberek meg annyira képesek fejlődni. Na, hogy volt ez a gazdaság? Mit gondoltunk, hová jutottunk? Egy leépült iparszerkezetből hová értünk el? Polgármester úr. Tehát, hogy beszéltünk is róla, vagy mondtam is, vagyis már mutattak a többiek is rá, hogy így gyakorlatilag ez az egyetlen láb, amit állt ez a város. Ezt elkaszálták, és hát, képletesen arra buktunk. Tehát az azt jelentette, hogy a 90-es évek végén el kellett kezdeni újra gondolni az egész város. Én azt gondolom, hogy nagyon jól döntöttek az akkoriak, és én is azt erősítettem az elmúlt években, hogy minél szélesebb gazdasági paletta álljon rendelkezésre egy városban, hogy bármilyen gond van, bármilyen gazdasági válság, akkor talán kiegyenlítik egymást a különböző iparágok. Ez így volt, hál' Istennek, a Covid idején is, hiszen voltak olyan üzemek, voltak olyan gazdasági szereplők, akik nagyon megsínylették, viszont voltak olyanok, akik meg éppen az, hogy prosperálni tudtak ebben még a nagyon nehéz körülmények között is, hiszen az ő szolgáltatásaikra, a termékeikre volt nagyobb igény. Éppen ezért elindult egy ipari park kifejlesztés, akkor még ilyen senki nem tudta, hogy ez egy ipari park, pontosabban olyan furcsán néztek rá, nem emlékszem a 2000-es évek elején, és nagyon jó ritmusban valóban itt a város elkezdte fejleszteni a ipari parki kapacitását, ami akkor ugye gyakorlatilag még nem létezett,
Ugye a rögtön az első évek, a csatlakozás után az északi, most mechatronikai ipari park néven ismert reptér is környéke volt az első, amit létrehoztak. És ott próbálták oda csábítani azokat a gazdasági szereplőket, akiknek igényük és elképzelésük volt arra, hogy ide betelepüljenek. Ugye itt egyértelművé vált, hogy egyik irány a hazai tőke bevonása, a másik viszont, amire nagyon számítottuk, hogy pont a csatlakozás miatt, hogy mi is Európa részeként, akár keleti kapuként is funkcionálhassunk, illetve egy, akkor még egy olyan, én azt gondolom, még talán mai napig is kicsit tévhitként élő vélemény volt a nemzetközi gazdaságban, hogy itt főként Észak-Kelet Magyarországon nagy mennyiségben állnak rendelkezésre munkanélküliek, akik viszonylag alacsony képzettségűek, és be lehet őket vonni olyan összeszerelési kapacitásokba, amelyeket olcsón lehet itt megvalósítani. És hát a világ, hála Istennek, azt kell, hogy mondom, hogy nagyot változott 20 év alatt, hiszen most már az ide repülő cégek sem ezt keresik, hiszen látják, hogy ez nincs, hanem inkább a magasan kvalifikált munkaerőt keresik itt. Ugye az Északi Ipari Park, mondom, hogy az első, illetve elkezdődött annak a keresése, hogy milyen komolyabb, nagyobb munkaerőt igénylő befektetések lehetnek itt. Nagy örömünkre megjelent a Bosch, itt a 2000-es évek, az első évtized közepén, és mai napig is a legnagyobb foglalkoztató kb. 6500 munkavállalóval. A másik dolog, ami már egy kicsit nagyobb ugrás, hogy azért kormányzati szándéka a 2010-es években teljesedett ki az irányba, vagy abban az irányba. Nyilván az uniós források célzott, vagy célzása alapján is, hogy még teljesebbé váljon az ipari-parki fejlesztés. A 2014-ben került kijelölésre már egy 1000 hektáros ipari-parki terület Miskolc térségében, amely egy kormányhatározattal kijelölés, de ennek a kb. Egy harmadát sikerült megfejleszteni, szintén zömében európai uniós forrásokból. Ekkor jött létre a déli ipari-park, és ekkor jött létre az a bizonyos, mindez importkos, tehát állami tulajdonú ipari-parki terület, ami kb. 85 hektár, a déli ipari parkban, a déli oldalán az ipari parkban. Én azt gondolom, hogy nagyon bölcsek voltak akkori városvezetők a 2000-es évek elején, mert azt mondták, hogy nem csak az ipart kell ilyen széles spektrumra helyezni, hanem meg kell találni a város identitását újra. Éppen ezért egyrészt a kulturális fejlesztést én nagyon fontosnak gondolom, és azokat a fesztiválok kaptak itt helyet, kulturális intézmények erősödtek meg. A másik pedig az a páratlan környezet, ami itt rendelkezésre áll, a turizmus idegenforgalom is hangsúlyosabbá vált, bár én azt gondolom, hogy ott még a lehetőségeket akkor nem egészen tudtuk, vagy tudták az akkori városvezetők kihasználni. Kicsit fájt is, és itt most megint a teljes őszintesség, hogy a 90-es évek végén volt egy cikk, ami pont a fár pénzeknek a elnyeréséről szólt, és már akkor Debrecen egy komolyabb előnyért egyszert. Én elmondom őszintén, hogy ott körülbelül 4,5 milliárd forint már akkor, ami oda került ezekből a különböző forrásokból, Miskolca pedig nem ért el az 1 millió forintot. Még egyszer mondom, 1 millió sem ért el akkor. És akkor még egy pici lépés hátrányba kerültünk, de én azt gondolom, most egy különbségnek nem ez az igazi oka, de ott én úgy érzem, hogy kihagyott a város néhány zicsert a 90-es évek elején. De azt mondom visszatérve, hogy az ipari parki fejlesztés, a minél szélesebb gazdasági paletta, az idegenforgalom, a kultúra, és amellett pedig az egyetem megerősítése is, ez tényleg nagyon fontosnak gondolom, hogy ennek a térségnek a felemelkedésének ez a kulcsa most is. Ennek a megerősítése mégis jó irányba terelte a várost és a város fejlődését. De az a bélyeg, amiről beszéltünk közelébb, ott van a homorunkon, még mindig hiába dörzsöljük, nagyon nehéz lekoptatni. Köszönöm szépen. Közgazdászként ez már egy sokkal érdekesebb kérdés, bár én azt tudom mondani, hogy az előcsatlakozási alapok Borsodabolcs-Zemplén vármegyét érintették elsősorban az országban viszonylag nagyon jól. Én egy kutatást végeztem az elmúlt időszakban, és ott egyértelműen kimutatható, hogy a szerkezet átalakítási programok
pozitívan érintették a megyénket, hogyha az Európai Uniós forrásokat nézzük. De hogyha visszamegyünk az elmúlt 20 évre, én azt gondolom, hogy és a számok és a tények is azt bizonyítják, hogy Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye jelentősen megváltozott az elmúlt 20 évet illetően, ha csak a turisztikai beruházásokat, ha csak az ipari parkokat, a gazdaságfejlesztést nézzük, az infrastruktúrális beruházásokat. Ezek olyan jelentős változások, amik szemmel láthatók a megye 358 településén. De ha az elmúlt 15 évet nézem, például 2010 és 2024 között, a beruházások volumen változása itt Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében 182,5%-os volt, szemben az országos átlaggal, ami 76,1%. Tehát duplája volt a vármegyénkben a beruházások volumen változása, mint amennyi az országos átlag. Ha az elmúlt 10 évet nézzük, és így próbálok időben visszamenni, ha csak azokat a nagy beruházásokat nézzük, vagy azokat a nagy cégeket, amelyek a megye területén találhatók, az is elmondható, hogy több mint 1000 milliárd forint érkezett 48 beruházást érintően Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyébe. Ha az elmúlt 5 évet nézzük, és még mindig Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyéről beszélek, az elmúlt 3 évben, 2020-ra visszatekintve, ugye még 2024-et nem zártuk, minden harmadik vállalkozás végzett valamilyen beruházást itt a vármegyénkben. Ez is egy óriási számnak mondható. A beruházások 64%-a, minden harmadik beruházás, 64%-a a feldolgozóiparra összpontosult. Ha csak a beruházásokat nézzük, ugye bár itt a megyében az egyik központi kérdés a betegellátás. A Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei kórház 2,7 milliárd forintból tudta fejleszteni a gyermeksürgősségi ellátóközpontját, erre is óriási szükség volt. De hogyha csak az uniós forrásokat nézzük, az egyes fejlesztési időszakokat figyelembe véve, ugyebár indultunk a 2007-es időszak, 2007 és 2013 között, a vármegyénkben 512,9 milliárd forint érkezett ide a különböző Európai Uniós forrásokat összességében figyelembe véve. 2014 és 2020 között ez a szám már 985,97 milliárd forint volt, szintén az összes uniós fejlesztési forrást figyelembe véve. Ebből csak a területi operatív programok, amelyek a települési önkormányzatokat érintették, az volt 133 milliárd forint, 93 milliárd forintról indultunk 2014-ben, és 2020-ban 133 milliárd forinttal tudtuk zárni a fejlesztési ciklus végét. És ha a jelenlegi fejlesztési ciklus nézzük, ami 2021-ben indult el, és még csak 2024-et írunk, már 109,2 milliárd forintnál járunk. Tehát az elmúlt 20 évben elmondhatjuk, hogy összességében 1608,13 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett az Európai Uniótól. Ez egy jelentős forrás, ami nem csak az önkormányzatokat, nem csak az egyházakat, nem csak az egyetemet, nem csak az intézményeket, nem csak az oktatási intézményeket, hanem a vállalkozásokat is, és tulajdonképpen minden itt élőt, minden megyében élőt érintette az elmúlt 20 évben. Ez így leírva nem olyan sok, de hogyha megnézzük, óriási számnak tűnik. Több mint 16,8 milliárd forint, kimondani is sok. Leírva így ránézzünk egy számra, 16,8, de azért milliárdban egy óriási szám. És én azt gondolom, hogy ennek
Van is szemmel látható eredménye, hiszen nézzük meg a településeket. Polgármester úr Miskolcról tud beszélni, én a megye 357 településéről, és azért 57-ről, mert Miskolc megyei jogváros 2020-ig a területi operatív programokon kívül esett. Most már 2021-től nem, ugyanúgy a megyei fejlesztési források részét képezi. Ettől függetlenül 2020-ig csak a 357 település jelentette azokat az allokált forrásoknak a kimeneti részét, amelyek a megye területén találhatók. Viszont én mindenhol elmondom, hogy mi, amikor 2014-ben és most 2021-ben is fejlesztési forrásokat lealokáltuk az egyes fejlesztési területekre, két fontos szempontot vettünk figyelembe. Az egyik az, hogy minden fejlesztésünk családközpontú legyen, a másik pedig az, hogy minden fejlesztésünk a gazdaságot erősítse. És azt gondolom, hogy ezt sikerült is véghez vinnünk, hiszen ha csak megnézzük a 14-20-as időszakot, összességében több mint 100 óvodát, bölcsödét tudtunk fejleszteni, ez 4000 férőhelyet jelentett 2020-ig. 4000 férőhely, ami azt jelenti, hogy erre szükség volt, és 4000 gyermek került be abba az ellátási rendszerbe, ahol korábban nem volt ennyi helyre szükség. Tehát óriási igény volt az óvodák és bölcsödék, óvodai, bölcsödei férőhelyek fejlesztésére, új csoportok létrehozására. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a gazdasági, hanem a társadalmi hatását is nézi ezeknek a fejlesztési forrásoknak. Ha csak azt nézzük, hogy az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére szánt forrásokból 167 rendelőt tudtunk felújítani az elmúlt időszakban, és 188 megújult egészségügyi alapellátást. Ez a 357 település viszonylatában is egy nagyon jó arány. De a szociális alapszolgáltatások fejlesztése több mint 100 000 embert érintett fejlesztési szempontból. Utak, terek, parkok, zöld területek, sétautak, ezek mind-mind megújultak 16 városban, több mint 24 milliárd forintból. Nagy probléma volt a családok értékeinek a megóvása, a villámárvizek elhárítása. Ezt az elmúlt időszakban 132 településen tudtuk helyre lakni, összességében több mint 18,5 milliárd forintból. De hogyha az önkormányzatok energetikai, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését nézzük, akkor abban is egy óriási számot értünk el, hiszen összességében több mint 200 épületben tudtuk csökkenteni az energiaköltséget. És ez a rezsiköltségek megemelkedése után ez egy óriási tehercsökkenést jelentett az önkormányzatoknál. És azt mondtam, hogy családközpontú és gazdaság központú fejlesztéseket terveztünk. A foglalkoztatási paktumunkat illetően is 8500 vármegyében élő ember képzését tudtuk biztosítani az elmúlt időszakban, az elmúlt 7 évben, és több mint 6000 munkahely megtartásához tudtunk hozzájárulni, ami természetesen a munkanélküliségi ráta csökkenését is okozta az elmúlt 7 évben. Ez is egy óriási számnak mondható a vidéki településeken. Miskolc megyei jogváros paktum ma ettől kívül esik, tehát ez a 6000 fő, ez szerintem egy óriási számnak mondható. És ha gazdaságfejlesztés, ipari parkok tekintetében is óriási számot tudok mondani, hiszen mindig elmondom, hogy a férfiak ezt sokkal jobban tudják maguk előtt szemléltetni, hogy milyen nagyságú egy focipálya, hiszen ők járnak többségében foci meccsekre. 700 focipályányi ipari park területet tudtunk fejleszteni az elmúlt időszakban. Ez egy óriási
szám. Igaz, hogy ez elaprózódik, hiszen a 358 település egyes településein tudtuk ezt megvalósítani, és elsősorban az autópályák mentén volt erre igény, és ha majd a társadalmi hozadékról beszélünk, akkor azt is el fogom mondani, hogy ennek milyen pozitív hatása alakult ki 10 év után, hiszen ezek a számok nem egy-két év után mérhetők. Elkészül egy autópálya, az ipari parkokat fejlesztjük, betelepülnek a beruházások, elkezdenek termelni, munkahelyeket teremtenek. Ezek több évet is magukba foglalnak. És tulajdonképpen, hogyha a mérőszámokat nézzük, el kell tennie minimum egy-öt évnek ahhoz, hogy tudjuk mérni azokat az indikátorokat, azokat a kimeneti mutatószámokat, melyek már megmondják azt, hogy ennek volt értelme, vagy nem volt értelme. És ha csak a Mezőkövesdi autópálya szakaszt nézzük, és azt nézzük, hogy ez ugyebár már 2010 előtt elkészült, akkor már nagyon jó mérőszámai vannak a 2024 és 2000, tehát az autópálya elkészülését figyelembe vesszük. És mi ezt reméljük a Miskolc-Kassa autópálya szakasztól is, hiszen ott is a szikszói, a Zencsi vonalon igenis elindultak az autópálya mellett azok a fejlesztések, amelyekre igény van, hiszen az igényekre alapozzuk azokat a fejlesztéseket, melyeket az önkormányzatokkal közösen alakítunk ki. Köszönjük szépen, annak azt mondja, ezt a részletes áttekintés. Tulajdonképpen egyetlen egy szám adalékként 25 ezer milliárd forintról beszélünk ez alatt a eltelt 20 év alatt. Tehát ebből ez az 1000 milliárd, ez nagyon szép összeg, amit sikerült a megyének felhasználni, és azokra a célokra, amikről beszéltünk, fordítani. Mindig a kérdés a hatékonyság és a hatásossága ezeknek, de majd ennek a következő körbe kerül sor a kiértékelésére. Rektor asszony, az egyetem hogyan élte meg, mit kapott, hogyan lehet értékelni, mit kapott tudásban, mit kapott gazdasági számokban? A múlt héten tartottam összoktatói értekezletet, és felmerült ez a kérdés oktatók részéről, hogy hát, hogy mit kaptunk mi az elmúlt időszakban, részben a kormánytól, részben az Európai Uniótól, és eszembe jutott az a film, remélem, hogy sokan látták ebben a termemben, de ha véletlenül nem nézzék meg Brian élete, mindenkinek felhívnám arra a jelenetre figyelmet, de hát mit kaptunk mi a rómaiaktól. Kiderül, hogy mit kaptunk a rómaiaktól, kiderül az egyetem életében is, hogy mit kaptunk, uniós forrásból közvetlenül, tehát azokból a pályázatokból, amelyek közvetlenül Brüsszelről hívhatók le, és amelyek operatív programon keresztül, kormányon keresztül, de ugyanúgy uniós pénzből jöttek le. Ha az egyetemünket nézzük, akkor vannak ennek látványos elemei, az épület parkunk megújításának egy része, gondolok itt legelső sorban a főépületre, amelyik teljes mértékben Európai Uniós forrásokból újul meg. Most van egy újabb expanziója a felújításainknak, ezek részben uniós, inkább hazai forrásból sikerülnek. Viszont van az infrastruktúrának egy olyan része, amit ha ránézünk az épületre, nem látszik, viszont nekünk az a legfontosabb. Jelesül az összes eszközállományunk, laborparkunk, ahhoz, hogy magas színvonalú kutató munkát tudjunk végezni, uniós forrásokból újultak meg. De ennél még fontosabb az, legalábbis én azt gondolom, ugyanúgy, ahogy elmondta Nélik, hogy a betonnál fontosabb a humán erőforrás, tehát az, hogy a kollégáink be tudtak kapcsolódni a nemzetközi kutatói véráramba uniós forrásokon keresztül, hogy konzorciumban vehetünk részt nagy, komoly felsőoktatási intézményekkel, vagy közös képzés, vagy kutatásfejlesztési program tekintetében. Azt, hogy elindultunk két-három angol nyelven meghirdetett szakkal a külföldi diákok számára, most már 27 szakunkat hirdetjük angol nyelven, és 2030-ig ezt mindenképpen szeretnénk megduplázni.
2013-ban még, tehát nem úgy 2004, 2013-ban volt olyan 56-60 külföldi hallgatónk, ma 2024-ben 500 külföldi hallgatónk van. Nem vagyok elégedett, mert dupláját szeretném látni, de azért látszódik ennek a fejlesztési íve. De ezek csak az egyetemet közvetlenül érintő uniós és gazdasági hatások. Ha egy kicsit kilépek a kampusznak a falain, akkor azt tudom mondani, amit mondhattak az elődök a 18. században. Miért jött létre a Selmezbányai Akadémia? Azért, mert gazdasági igény volt rá. Az akkori bányászat miatt. Miért hozták Sopronból 1949-ben Miskolcra az intézményt? Azért, mert az akkori ipari gazdasági igények képzett mérnököket igényeltek. Miért alakult át a 80-as években, vagy fejlődött a képzési palettája? Azért, mert kiderült, hogy a társadalmi, gazdasági igényeket akkor tudjuk kielégíteni, ha nem kizárólag mérnököket képzünk, hanem ellátjuk a munkaerőpiac lehető legszélesebb szegmensét ebben a városban, ebben a megyében és ebben a régióban. Most is ugyanez az egyetemnek a mindenek előtti küldetése az, hogy az Észak-Kelet Magyarország szellemi kisugárzó központja legyen. Egy olyan innovációs ökoszisztéma, amelyik nem kullog a változások után, hanem annak katalizátoraként hat a fejlődésre. Azt, hogy mi képzett munkaerőt biztosítunk az itteni vállalatoknak bármely szektor számára, az biztosítja, hogy érdemes legyen ide betelepíteni az ipari parkokba vállalatokat. Az, hogy tudjanak működni a KKV-k, hogy tudjon működni a jogi hivatásrend ezen a területen, hogy tudjon működni a szociális, állami, egyházi, önkormányzati szféra, az azon múlik, hogy tud-e megfelelő diplomás munkaerővel rendelkezni. Ezt pillanatnyilag leginkább a Miskolci Egyetem biztosítja. Múltkoriban beszéltem a kormányhivatalban Fő Ispán úrral, az ott dolgozó majd 200 különböző területen jogász közül 247 a Miskolci Egyetemen végzett. A Bosban csak ebben az évben közel 300 gyakornokunk dolgozik. Amikor annak idején a Joyson lánykori nevén Takata idejött, az volt az első dolga, hogy megkereste az egyetemet, hogy tudunk-e elég mérnököt biztosítani számukra. Tehát a gazdaság és az egyetem összekapcsolása az a közvetlen egyetemet ért hatáson túl jóval kiterjedtebb. Mint elnök úrral, polgármester úrral, elnök asszonnyal együtt dolgoztunk a Észak-Kelet Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónán. Kiderült, hogy kormányhatározatban nevezik nem csak minket, de nevesítik az egyetemet, mert egyszerűen, ha nincs olyan típusú képzés, akkor nincs fenntartható fejlődés a gazdaság számára, és ebben tudott az Unió nekünk forrásokkal nem kismértékben segíteni, hogy egyáltalán ezt a környezetet a saját eszközeinkkel tudjuk támogatni, ez pedig nyilván forrás nélkül nem megy. Tehát közvetlen hatás, közvetett hatás, én azt gondolom, és ezt bizonyítja az összes szakpolitikai és olyan felsőoktatás politikai kutatás, hogy abban a régióban, ahol nincs felsőoktatás intézmény, nincs fenntartható fejlődés. Látjuk, hogy hogyan élte meg a város, hogyan élte meg a megye számokban, hogyan élte meg az egyetem, na és hogyan élték meg a vállalkozások ezt az időszakot. 2004-ben viszonylag jó állapotba lépett Magyarország az Európai Unióban. Két adat, 5,7%-os volt a munkanélküliségi mutató, és közel 7%-os a GDP bővülés. Ez nagyban köszönhető egyébként az első Orbán kormány sikeres működésének, hisz 1999-et és 2003-at a közgazdász társadalom a magyar gazdaság egyik világkorának nevezte. A vármegyék nem volt ilyen jó állapotban, de ezzel együtt azt el tudom mondani, hogy a top 100 adatokat, ha számba vesszük, a top 100 rendezvényről bizonyára mindenki hallott, a adóhivatalról együtt készítjük el a térségünk legjelentősebb vállalkozásainak a eredményeinek a számbavételét, bemutatását. 2005-ben 249 millió forinttal lehetett valaki első, 249 millió forinttal.
bocsánat, 2.496.000.000 forint, az kicsit kevés lett volna. Ez már a 1221 milliárd forint, tehát a különbség, a növekedés az majdnem 4-5-szeres. A szerkezet is változott, mert 2005-ben a vegyipar dominált, teljes mértékben a vegyipar dominált. Már a Bosch csoport jelentős szerepet foglal, az elektronika, a Jabil, a Johnson vállalatok. És a megye, a vármegye 2023-as pozitív eredményeit, ha két számmal akarom jellemezni, akkor az egyik az adóhivatal szám, tehát nem kamarai mérés, hogy 2023-ban Borsodabolcs-Zemplén vármegye volt a legtöbb adóbefizető vármegye az országban, megelőzve Győr-Sopront, Komárom, Fejér, tehát az iparilag fejlettnek tartott megyéket. És a top 100 adat, hogy 2023-ban az első 70-ben 10 milliárd forintos nettó árbevétel alatt nem lehetett bekerülni. Ez azért nagyon lényeges, mert itt nem csak a nemzetközi nagyvállalatok, vagy a vegyipari óriások jelennek meg, hanem a térség középvállalatainak a erejét is mutatja. Ez körülbelül 50, amelyik 10 milliárd fölött teljesített, és a top 100 első 70-ében részes lehetett. A vegyipar az közel 6-szoros, a gépipar az közel 5-szörös, a fémfeldolgozás 3-szoros, az építőipar az közel 4-szeres, és a mezőgazdaság, erdőgazdaság is egy erős 3-szoros növekményt mutat. Ez gondolom nem csak az infláció, hanem az általános gazdasági bővülés eredménye is. 2013-15-re a mi vármegyénk körülbelül a 9., 8., 7. helyre tornázta fel magát a toronymagas utolsó helyek egyikéről. Ez jelentős eredmény, és ebben jelentős ereje van annak az Európai Uniós forrásnak is természetesen, amely a vármegyénkbe érkezett. Elnök asszony 1.681-et említett. 1.681. Nálam ez az ugyanaz a szám, akkor 1700 milliárd a bekerült projektek összköltsége. Tehát ez egy borzasztó erős fejlesztési dinamikán lehetőségét biztosította, és én úgy látom, hogy a vállalkozások többsége, legyen ipar, szolgáltatás, kereskedelem, az egy jelentős fejlődési pályán ment keresztül az elmúlt évtizedben, és ez még akkor is igaz, hogyha 2020-tól a két év Covid és a két éve zajló háború azért jelentősen megfogta ezt a gazdasági dinamikát, de pozitív az a mi méréseink, tapasztalataink szerint, hogy vármegye gazdasága a talpon van, és nyilván meg kell találni majd azt a növekedési pályát, amire a helyi KKV-kat a nemzetközi nagyvállalatok szintjére, vagy legalább közelébe lehet hozni. Úgyhogy az Európai Uniós források hiánya persze jelenleg kézenfoghatóan hiányzik a térség vállalkozásainak az életéből, de azért az a jó néhány euró milliárd, amelyik eddig megérkezett és remélhetően meg fog érkezni, az segíteni fogja majd a vállalkozások bővülését. Igen, ez a nagy kérdés mindig, hogy megéri-e. Hát megéri-e ott maradni, megéri-e a gazdaságot innen nézni. Amíg haszonélvezői vagyunk a történetnek, mindenféleképpen megéri, és jelenleg a számok még ezt mutatják. 2020-as számok körülbelül a megtermelt jövedelemnek az 1%-át fizetjük be, ez olyan 1,5 milliárd euró, és kapunk 4,4 milliárdos támogatást, eurós támogatást ezt a növekedéshez, és 1,7-et a fenntartható növekedéshez és a természeti erőforrásokhoz.
Így néz ki az egyenleg, hogy 4852 millió euró, nem is a kettő itt a lényeg, hanem körülbelül ennyi most az egyenleg, ez egy 20-as adat volt, ami ugye a számítások szerint csökkenő, de amíg ez a rés megvan, addig ebből a szempontból ilyen leegyszerűsített képleten keresztül mindenféleképpen jövedelmező gazdasági együttműködésnek tekinthető az Európai Unióba maradni, és felvetődött az, hogy mi lesz a jövő, van ennek perspektívája, tehát a 21-27 MFF-et több éves pénzügyi keretet nézem, akkor a Next Generation EU-val együtt ez 1800 milliárd eurós összeget jelent, amiből Magyarország jelentőset kap a 21-27-es, természetesen nem magától, hanem tárgyalások révén, a 21-27-es időszakban 43 milliárd euróról beszélünk, aminek egy része 14 milliárd euró körülbelül a regionális fejlesztés, de 5,5 milliárd az oktatásra megy, de közlekedése is megy, 3,4 milliárd. Egyébként mit gondolnak önök, mennyi kilométer utat építettünk mondjuk 2010-től 19-ig összességében Magyarországon? Kedves hallgatóság, mondjanak egy számot. Hány kilométer utat építettünk? Most a közlekedésfejlesztés volt az utolsó összeg, és azért kérdeztem. 1500. Majdnem. 3700. Tehát óriási szám, aminek a fejlesztése megtörtént. Ezek egy része nyilvánvalóan autópálya, másik része pedig alatta lévő alsóbredő utakról van szó, de hát ez a 3700 kilométer az nagyon jó érzés, hogy nem döcögös kátyúkon kell átmennünk azon. És hát itt van persze a válság, említette elnök úr, két válságot is megkaptunk. Nem tudom megmondani, melyik súlyosabb, az egyik még mindig van, hogy a Covid olyan hirtelen jött, azt se tudtuk, hogy ilyet egyáltalán elképzelni lehet a fantasztikum világán kívül, amiben kerültünk. De ennek támogatására is az Európai Unió 7 milliárd visszanemtérítendő forrás és 9 milliárdos hitelt biztosított, és még nem beszéltem arról, hogy ott van a Horizon Europe-nak a programjai. Rektor asszony említette, a közvetlen források azon túl, amilyen a borítékja az adott tagállamnak, azon túl közvetlenül elérhetők. Ha visszaemlékszem az egyetemi világra, akkor mi nagyon sok, sőt kifejezetten csak az Európai Uniós közvetlen forrásokat pályáztuk meg és értük el, amit más egyetemekkel való együttműködésben használtunk fel, ami egy különösen jó alap volt arra, hogy egyáltalán érezzük, hogy a többi tagállam az éppen hol tart. Nos, ennyit a gazdaságról, de mit sem érez a sok pénz, amiről beszélünk, hanem érezzük. Érezzük ezt a pénzt, ezt az addicionális forrást, vagy örök elégedetlenként azt gondoljuk, hogy kevés, nem látszik, ha nem lennénk benne, több lenne. Hogyan látjuk ezt, polgármester úr? Igen, az örök elégedetlenség azért élvez minket. Néhány gondolatot hagyd mondjak még, ha megengedik, akkor az előzőekhez. Az egyik dolog az, hogy én azt láttam az elmúlt 20 évben, hogy az elején azért mindenki nagy örömmel fogadta azt, hogy most lesznek források. És egy ilyen nem mindig egészséges versenyzés volt akár a települések vagy vállalkozások között abban, hogy kiszerez többet, és ha neked van ilyened, akkor nekem is kell. Akár kellett, akár nem. Most én a legnagyobb fejlődést abban látom, hogy átalakult egy kicsit ez a világ, és itt rektornő említette is ezt az Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Gazdaságfejlesztési Zónát, de én még legalább ilyen fontosnak gondolom, hogy kialakult az a települések és vállalkozások közötti együttműködés, amit egyébként pont a paktum
és nagyban segített, akár a megyei, akár a városi paktum, ennek láttuk is a pozitív hatását pont a Covid alatt. De én azt látom, hogy itt a települések között most már inkább az együttműködés az, ami meghatározó. És ezt én nagyon fontosnak gondoltam a városvezetőként is, hiszen itt a környező településekkel a nulladik pillanattól kezdve igyekeztünk kialakítani akár gazdasági, akár kulturális, akár infrastruktúrális fejlesztéseket. És nem véletlen, hogy például a Felső Zsolca legnagyobb iparai fejlesztését is a Miskolc Holding Gazdaságfejlesztési Igazgatósága hozta össze. Most bocsánat, de tényleg így volt, hogy több területet felajánlva végül is ők amellett döntöttek, de mi fontosnak gondoltuk azt, hogy nem csak Miskolc közigazgatási határán belül gondolkozunk, hanem azon túl is. És ez nagyon jól látni a megyében is, ezt én külön köszönöm a megyei önkormányzatnak, hogy ezt a vonalat erősíti az együttműködést a települések között, együttműködés és átgondolt fejlesztéseket regionálisan. Hogy mi látható és mi nem? Hát nyilván én azt szoktam mondani, hogy egy település meg egy régió megtartó ereje az három tényezőből jön össze. Az egyik a megbízható gazdaság, ami azt jelenti, hogy megélhetés, tehát maga a forint, amit a most már nem borítékban, de a számlákra kapunk a fizetésünkkel. Ez természetesen egy olyan karriertörténettel kell, hogy kiegészüljön, hogy mindenki a tudásának, képességének, végzettségének megfelelő minőségi munkahelyeket kapja. Tehát nem kell mindenkinek IT szakembernek lenni, de mindenki a saját végzettsége szerint kapja meg a lehetőséget, hogy jó minőségi munkahelyet kapjon. Ez azt jelenti, hogy bérben legalább országos átlagnak megfelelő egy adott területen, legyenek olyan munkakörülmények, amelyek valóban európaiak, és legyenek olyan plusz szolgáltatások akár a munkaadók részéről, amely oda csábítja a munkaerőt. A másik a lakhatás, ez azt jelenti, hogy fejlesztenünk kell azokat a lakókörnyezeteket, településen belül, akár bérlakásokat, akár lakásfejlesztési koncepciókat erősíteni, akár a település építési vagy építészeti fejlesztését megfogni, hogy igazán jó minőségű lakások álljanak rendelkezésre. Ugye, ha kitekintünk egy picit, és mindig Debrecen felé nézünk, akkor ugye jól látjuk, hogy ott most tulajdonképpen egy avaszt fognak építeni. Mi? Mert hogy annyi, tehát mint nem a hegyet, hanem egy avas lakótelep méretű, hogy közel akkor a lakótelepet kénytelenek építeni, hiszen nincs annyi lakás. Itt hát egyik oldalról jó helyzetben vagyunk, hiszen ez a város 210 ezer embernek is adott otthont, és most 150 ezernek. Ezek szerint kéne, hogy legyenek lakások. Ezt valahogy még nem sikerült összerendeznünk, illetve még épülnek természetesen új lakások mellette. Tehát a lakhatás a következő. Itt azt gondolom a kulcs az minden település szempontjából, hogy a fiatalok számára olyan koncepciót dolgozzanak ki, amely könnyíti a lakáshoz utást. Igazán én nem értettem ezelőtt 20-25 évvel, hogy mi van nyugaton, hogy ott mindenki bérlakásban lakik, vagy a legtöbb ember bérlakásban lakik. Nagyon nagy a mobilitás, nyilván a munka miatti mobilitás is, és azért nem nagyon ragaszkodtak Nyugat-Európában, én Németországot, Franciaországot láttam, Svédországot láttam ilyen szempontból, hanem bérlakásokban laknak, és könnyen tudnak váltani, illetve igényeknek megfelelően kapnak megfelelő lakást. Itt Magyarországon akkor még mindenki ingatlan szeretett volna szerezni, hogy magántulajdonba kerüljenek. És én abban láttam például a kis településeknek az egyik nagy problémáját, hogy ott most a végeken, akár itt a megyében is, de Magyarországra tekintve is azért nem csak most, Észak-Kelet-Magyarországban vannak olyan területek, ahol azért a lakóingatlanok ára az alacsony. Lehet könnyű lakóingatlanhoz jutni, jók a hál' Istennek a kormány családpolitikájának megfelelően támogatásokat lehet kapni, lakásfelújításra, lehet jó kölcsönöket kapni, megkapják akár visszanemtérítő támogatást a családok. Igen, de ha ez nem forgalomképes egy adott régióban, akkor nagy gond van, hiszen akkor rökközkötést is jelent egyben. Tehát én azt gondolom, hogy a következő nagy lépés az lesz, hogy valóban egy olyan jól kezelhető bérlakás program is létezzen, természetesen a magántulajdon mellett, ami a mobilitását a fiataloknak segíti. Mert lehet, hogy itt elkezdi az életét Miskolcon, de úgy gondolja, hogy mégis elszólítja máshova az élet, akkor tudjon mozogni, persze az a cél, hogy itt maradjon, azért csendesen. Harmadik pedig értelemszerűen nem más, mint a
az, hogy a szabadidőt jól lehessen áttölteni. Tehát hogy kell fejleszteni azt a infrastruktúrát, ami egyrészt a szórakozásnak, másrészt a sportnak, az aktív turizmusnak, a kultúrának ad lehetőséget. És én azt látom, hogy mindezekhez, mind a három területhez nagyban hozzájárult az, hogy Európai Unió forrásokat ilyenre lehetett fordítani. Tehát, hogy látható, én azt gondolom, hogy ebből látható igazán, és ez persze önmagában kevés lett volna, és itt azt kell mondjam, hogy valóban a kormány családpolitikája ez igazán példaértékű, illetve a foglalkozás politikája is, és itt valóban el kell, hogy mondjuk az idejövő befektetőknek, hogy hát van még itt szabad munkaerő, ilyen 4% környéki, de jól tudjuk, hogy azért ez nem ilyen rózsás, itt csak egymás között vagyunk, tehát néha egy kicsit hazudunk, bevallom. A másik dolog az, hogy itt a gazdasági fejlesztésre még egy gondolat, és a regionális gondolkodásról. Mi nagyon nagy fájdalomként éltük meg, hogy a BMW nem itt van. Mondtam Debrecen, azért nem feltétlenül mindig őszinte mosolyan néz a elkövetkező évekre, évtizedekre, hogyha itt a munkaerőkre gondolok, illetve a infrastruktúrális fejlesztésekre. Mások is, vagy sajnos más negatív is lett ebből, mégpedig az, hogy ugye most egyértelműen autóipari befektetések voltak erősek Magyarországon, viszont van egy olyan, hát az autóiparban elfogadott nézet, hogy 100-150 kilométeren belül ne legyen két nagy autógyár. És nagy fájdalom volt, hogy például a Volvo itt volt Miskolcon, előrehaladott tárgyalásaik voltak, de azt mondták, hogy sajnos 80 kilométerre van a BMW, ezért elmegyünk Kassára inkább, de itt akartak maradni ebben a régióban. Na most én minden pohár félritele nézetet vallom, kicsit optimista vagyok, és én azt mondtam, hogy nekik a lehullót el kell kapni. Ez azt jelenti, hogy az iparterületek elfogytak, akár Kassán is már, de Debrecenben szintúl, ezért a beszolgálók, vagy a szolgáltatóknak, illetve a beszállítóknak lehetőséget kell adni. Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a megfejlesztett ipari parkjaink utolsó négyzetmétereit is adtuk. Tehát itt most azok a fejlesztések, amelyek az északi ipari parkban, illetve a déliben is vannak, ezek zömében beszállítók, autóipari beszállítók, illetve hát van mellette más típusú szolgáltató is természetesen, de ez egy nagyon-nagyon komoly előlépés. Van még ez a bizonyos imparkos területünk, ami állami, ide tudunk még fogadni befektetőket, komoly előrehaladott tárgyalások vannak ott is. Mi most azzal szembesülünk, hogy nekünk iparterületet kéne fejleszteni, gazdasági területet kéne fejleszteni, ami viszont egy nagyon költséges és hosszú folyamat. Úgyhogy most már erre kezdtünk el, nem most, hanem évekkel ezelőtt programot kialakítani, illetve a kormányhatározattal nevesített 1000 hektáros ipari parkon belül azokat a területet megtalálni, amik jól hasznosítható. És minden befektetőnek a kulcsa az volt, hogy itt van egy jó szakképzés. És büszkén mondhatom, hogy ebben a városban a középfokú szakképzés rendkívül megerősödött. Megint én azt gondolom, hogy nagyon bölcsen a még Pakulcs miniszter úr nevét említem, aki oda tűzte ki a célt, hogy legyen egy megerősített szakképzés, és ez elérte az eredményét mostanra. Egyrészt a beiskolázási adatokban nagyon jól látszik, másrészt pedig az, hogy valóban kiváló szakképzésből kiváló szakemberek kerülhetnek ki, és ez csábító az idejövő cégeknek. Amellett, hogy egyre erősebb az, hogy az automatizálás miatt itt a fehérgalléros munkavállalók nagy számban legyenek. Az egyik ide települő komoly cég, mikor elkezdtünk tárgyalni két évvel ezelőtt, azt mondta, hogy 300 munkavállalóra van szükség, ebből körülbelül egy olyan 50-60 fehérgalléros, a többi inkább más technikus vagy szakmunkás legyen, és ez egy x euró termelési értéket határozott meg. Mire lezártuk a két éves tárgyalást, és ő megismerte itt a körülményeket, meg változott körülöttünk a világ, most azt mondja, hogy 140 munkavállaló, de ebből 110 legyen fehérgalléros, és 3,5x eurónyi termelői értéket akar előállítani. Tehát a világ ebben az irányban fog haladni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az egyik feladatunk, a másik pedig az, hogy ami még lehetőségünk, és ezzel élni szeretnének a nagy beruházók, tehát Debrecenben is, a Kassán lévők is, hogy itt a munkaerő elhelyezésére alkalmas lakásokat alakítsunk ki. Én úgy tudom például, hogy most Encs térségében már a Volvo fejleszteni akar apartman házakat, hogy onnan lássa el a munkavállalóval a saját gyárát,
nekünk is itt van a lehetőségünk, és ilyen irányú fejlesztéseink vannak. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, ha itt laknak, még ha nem is itt dolgoznak mindannyian, azért itt költik majd el a pénzüket, tehát ezzel tudnak fejlődni, tehát tud fejlődni a város is. Én hiszek abban egyébként, hogyha karriertörténetet adunk, lehetőséget a fiataloknak, és olyanoknak, akik esetleg most nem itt dolgoznak, akkor még ennek a régiónak mindig a megélhetési költsége olyan optimális az én megítélésem szerint, hogy érdemes lesz még nekik esetleg visszajönni. Minden megyeirugó város azért küzd azzal, és Debrecen is. Bárki azt hiszi, hogy Debrecen növekszik, 1,7%-kal csökkent 23-ban népessége Debrecennek. Ugyanis agglomerációba költöznek el viszonylag sokan ki, hiszen a város belsejében lévő árakat nem biztos, hogy kifizeti. Tehát itt a regionális gondolkodás, a területi gondolkodás az a kulcs, megint csak, hogy egy város, egy megyeirugó város ne csak abban gondolkozzon, hogy közik határon belül, hanem a sokkal szélesebb, akár mondjuk járásnak, vagy lehet, hogy még annál bővebb területben is gondolkozhatunk. Úgyhogy látható az a forrás, ami ide érkezett, látható a fejlődés. Mi nagyon hálásak vagyunk azért a közel 36 milliárd forintért, amit sikerült elköltenünk ugye 23 végére a top, úgynevezett top forrásokból, illetve az, hogy 32 milliárd áll majd rendelkezésre a top pluszban, illetve egyéb operatív programokban is vannak már elkészített projektjeink. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezek ide érkezve még inkább láthatóak és elsősorban lakosságot érintő fejlesztések lesznek. És én tökéletesen egyetértek itt elnök asszonnyal, hogy egyrészt gazdaságfejlesztés, másrészt pedig egyértelműen a lakosság, a családok érdekeit szolgáló befektetésekre kell tenni a hangsúlyt, nem föltétlenül, vagy bocsánat, egyre kevésbé a látványberuházásokra. És erre törekszünk, és bízom benne, hogy ez így is fog folytatódni itt a városban is. Köszönöm szépen, polgármester. Fontos téma, mindenkinek szeretném mondani a gondolatait. Fontos egy megyei jogú város életében, egy vármegye életében és egy ország életében is, hogy mindig a lehetőségeket megkeressük, az erősségeinkre megépítsünk, a veszélyeket elhárítjuk, és a gyengeségeket pedig elcsökkentsük. Sikerült ezt a vármegyében elérni? Milyen társadalmi hatások vannak? Hogyan látjuk ezeknek a forrásoknak a hatékony felhasználását? A társadalmi változások a 358 települést, én azt gondolom, hogy minden települést máshogy érintették, hiszen annyira változatos a megye település szerkezete, annyira más a 16 járás, illetve az egyes térségeink, hogy nem lehet mindenhol ugyanúgy ugyanolyan jó sikerekről, vagy nagy sikerekről beszélni. Minden térség más problémákkal küzd, van, ahol a gazdaságfejlesztés, van, ahol a turizmus a döntő és az erőssége az adott térségnek. Ezért is máshogy érintik a megye településeit az egyes változások. Ugyebár a 358 településből 29 városunk van, a 29 városon kívül az összes többi település, kis település, község, falu, nagyközség címet kapta az elmúlt időszakban. Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos tényező az, hogy az oktatási intézményrendszerünk az elmúlt 20 évben kiépült, és ez köszönhető a szakképző intézményeknek, a centrumoknak, köszönhető a tankerületeknek, a Miskolci Egyetemnek. Tulajdonképpen a vármegye területén igazából majdnem mindenki megtalálhatja azt a képzési palettán, amit ő szeretne. Talán az orvosképzésben nem tudunk még Debrecennel, illetve az nem is fogunk tudni, de orvosképzésen kívül igazából minden van a Miskolci Egyetemen. Én büszkén mondom azt is, és mindig így rektorasszony mellett főleg, hogy én minden diplomámat a Miskolci Egyetemen szereztem, és ez tényleg nagy büszkeség, mert nem kell ahhoz elmenni más városba, az ország más térségében részére, hogy az ember diplomát szerezzen, hanem ezt itt is meg lehet a Miskolci Egyetemen szerezni. Nagyon jó oktatógárdának köszönhetően, és szerintem ez köszönhető az elmúlt 10 évben annak a duális képzésnek, ami a szakképzés része lett, illetve ami az egyetem részét is képezi, hiszen a duális képzés is egy
egy nyugati példa, azt hiszem egy német példára jött létre itt Magyarországon is, és igenis szükség van ezekre a fejlesztésekre. Ennek köszönhető az is, hogy a munkanélküliségi rátát le tudtuk szorítani itt a Vármegyében. Talán a Covid előtt értük el a legnagyobb eredményt. A Covid előtt 2020 utolsó negyedévében volt 4% alatt a munkanélküliségi ráta itt a Vármegyében. Azóta egy még, tehát országos átlag fölött vagyunk, de tulajdonképpen én mindig azt mondom az ide érkező befektetőknek, hogy nekünk egy erősségünk van, hogy van még munkavállalója a megyének, nem úgy, mint Győr-Moson, Sopron vármegyének, nem úgy, mint Pest vármegyének, nem úgy, mint Hajdú-Bihar megyének, hanem nekünk még van munkaerőtartalékunk. Tehát azok a befektetők, akik itt szeretnének letelepedni, és itt szeretnének munkahelyet teremteni, őket szeretnénk még bevonni, illetve az a munkavállalókat szeretnénk bevonni az elsődleges munkaerőpiacra, és ahogy az előbb már említettem, hogy volt egy megyei paktum, egy pályázatunk, amiben több mint 6000 munkavállalót vontunk be, van egy megyei paktum 2 projektünk is, és ugyanúgy szeretnék az indikátorokat 200%-on túl teljesíteni, mint ahogy túl teljesítettük a paktum 1-ben is, és ha ezt a paktum 2-ben sikerül, akkor tulajdonképpen a munkanélküliségi rátát is tovább tudjuk még csökkenteni. Egy nagyon nehéz feladat van az inaktívak bevonása, de ezt is meg fogjuk ugrani, be fogjuk őket vonni a rendszerbe. Nagyon nehéz, de meg fogjuk találni a módját, hogy hogyan lehet. És hogy társadalmilag hogyan is érintette vármegyénket az elmúlt 10-20 év, szintén számokban egy-két adatot azért szeretnék elmondani. Én nagyon szeretem a számokat, hiszen ezek bizonyító erővel bírnak, bárhol felkutathatjuk őket. Ha csak azt nézzük, hogy a személyi jövedelem alapot képező jövedelem egy lakosra vetített mutató száma 2014 és 2020 között hogyan változott, hogyha Borsodabony Zemplén vármegyét nézem, ez 768 ezer forintról 1.374.000 forintra ugrott meg, majdnem a kétszerese. Nem a duplája, de közelít a duplájához. Hogyha az 1000 lakosra jutó vállalkozásokat nézem Borsodabony Zemplén vármegyében, 43 volt 2014-ben, 2020-ban 59. Lehet, hogy ez változott egy picit az elmúlt időszakban, de minden esetre nőtt. És egy érdekes számot szeretnék mondani, a kollégákkal együtt az összvándorlási különbözet 1000 lakosra jutó összvándorlási különbözetet is megnéztük a Vármegyében, amire elmondható az, hogy 2017-ben mínusz 5,7 ezrelékről indultunk, és ez 2020-ban úgy lett, mint mínusz 5,8, hogy 2017-ben és 2018-ban mínusz 6,3 és mínusz 7,1 volt. Ez Borsodabony Zemplén vármegye összegészét nézve ennyi. De hogyha a mezőkövesdi járást nézem, és amiről már beszéltem, hogy autópálya, beruházások, ipari parkok, gazdaságfejlesztés, ez úgy változott, hogy 2014-ben a mezőkövesdi járásban mínusz 6,9 volt, ami 2017-ben átváltozott pozitívra, 0,1-re, és onnantól folyamatosan pozitív maradt, és 2020-ban 4,4 lett, 4,4 ezredikre változott át. Tehát ott teljességgel megváltozott az összvándorlási különbözet, a negatív volt, teljesen a pozitívba. Tehát vannak azért jó példáink, csak idő kell mindenhez, hiszen nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni itt Borsodabony Zemplén vármegyében mindent,
hanem egyes térségekben kell elindulni a fejlődés útján, és tulajdonképpen így lehet a negatívból pozitívba átváltani. És ezek a jó példák, azt gondolom, hogy mindannyiunknak még nagyobb lendületet adnak, hiszen a mezőkövesdi térség sem egy gazdaságilag erős, potenciális térség volt, nem ott sem az ipar volt a jellemző abban a térségben. Tulajdonképpen igenis az autópálya, az ipari parkok, a különböző beruházások hatására ez meg tudott változni, és én hiszem azt, hogy ez a vármegye más térségeiben is meg tud változni. Nem biztos, hogy az ipar hatására, lehet, hogy a turizmus, lehet, hogy a helyi termékek, de igenis meg tudjuk változtatni, viszont ahhoz mindannyian kellünk, kell hozzá a kamara, kell hozzá a város, kell hozzá az egyetem, kellenek hozzá az oktatási intézmények, és természetesen kellünk hozzá mi is, akár családként, akár édesanyaként mondom ezt, hiszen a gyermek azt viszi magával, amit mi otthon mintaként adunk neki, és amit súlykolunk bele nap mint nap, illetve éveken keresztül. Köszönöm szépen! Ha kutatás, fejlesztés, innovációról beszélünk, akkor a Miskolci Egyetem megkerülhetetlen tényező kell, hogy legyen az is, és reméljük a jövőben még inkább az lesz. Köszönöm szépen, és most én is fogok mondani számokat, de mielőtt a számoknál tartom, én azért azt elmondanám, és ez mind összekapcsolódik azzal, amit beszélünk, hogy a sikerhez legalább négy feltétel kell. Kell maga az ötlet, az innováció, kell ehhez forrás, de kettő együtt nem ér semmit, hogyha munkát nem végezzük el, de a negyedik szempont pedig az, hogy elhisszük magunkról, hogy el tudjuk végezni. Hogyha azok az évtizedek, amelyeket mögöttünk tudunk, és azokat a kudarcokat nagyon mélyen átérezzük, és azt gondoljuk, hogy mi arra vagyunk csak képesek, akkor itt sikertörténet nem lesz. Tehát el kell tudni hinni magunkról, hogy ez egy gyönyörű vidék, ahol szép épített és szellemi, kulturális értékek vannak, gyönyörű táj, nagyon értelmes, okos emberek, sok ezért a térségért tenni akaró lokálpatrióta, hogy ezt elhisszük, akkor biztosan lesz siker, mert hiába van pénz, hiába van ötlet, ezek nélkül toporogni fogunk egy helybe. És akkor, hogy az innovációról, hogy hogy állunk, kicsit talán távolabbra nézve. Ma a világban van körülbelül 30 ezer felsőoktatási intézmény. A Miskolci Egyetem, és ezt a nemzetközi rangsorok bizonyítják, kettőn már rajta vagyunk, május végéig reményeim szerint be tudunk jelenteni egy harmadikat is, nagy eséllyel felkerültünk rá. Bent vagyunk ennek a 30 ezer intézménynek az első 5%-ában. Úgy, hogy ezen a felsőoktatási rangsoron valamennyi földrész egyetemeit vizsgálják. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországról, a vármegyénkről és Miskolcról, én azt gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény. A hazai egyetemeket nézzük, 64 van pillanatilag ebből. Oktatói kiválóságot tekintve 8-ak vagyunk. Hallgatói létszám tekintetében ezelőtt 2-3 éve még a 13-14-ek voltunk, most 11-ek vagyunk. Az idei jelentkezési szám a tavalyi felvetti létszámmal együtt 8. helyen van a Miskolci Egyetem. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a számok önmagukért beszélnek. A pályázati aktivitás, beleértve az uniós pályázatokat is és a hazai pályázatokat tekintve, az összes hazai intézmény közül proaktivitást és sikeres pályázatok elnyerését tekintve az 5. helyen áll a Miskolci Egyetem. A hallgatói sikerességünkben ahhoz képest, hogy ez egy hátrányos helyzetű régió, és a bejövő hallgatóink minősége különböző mutatók alapján a 64 intézmény közül a 20. helyen áll, voltunk egyébként 32-ek is, tehát ott is tudtunk fejlődni. Ehhez képest a különböző tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján elég jól teljesít a Miskolci Egyetem. Kutatásfejlesztés körülbelül, ha a közvetlenül vállalatoktól érkező kutatásfejlesztési bevételeinket nézzük, ez olyan 500 millió évente, de ha ezt hozzáveszünk azokat a projekteket, amelyek nem a cégek adózás előtti eredményéből származnak, hanem olyan uniós vagy hazai pályázatból, ahol mindig vállalat lehet a konzorcium vezető és az egyetem a konzorciumi tag, akkor ez az 500 millió éves szinten 2,5 és 3 milliárd forint körülire rúg. A
Említésre került itt több ízben az ipari parkok hálózata. 23 áprilisában jelent meg egy kormányrendelet, ami az ipari parkokat, a logisztikai parkokat és az egyetemek köré épülő science parkokat, vagy magyarul tudományos és innovációs parkokat határozza meg, hogy milyen feltételnek kell megfelelni. Tegnap előtt nyújtottuk be Miskolci Egyetem részéről a Science Park pályázatunkat. Ha minden stimmel, bal kézzel és asztal alatt, akkor mi is azon 9 felsőoktatási intézmény egyike leszünk, ahol Science Park épül. Mi ez a Science Park? Utaltam a beszélgetés erejére, egy olyan innováció ökoszisztémát építünk, ahol a környezetünkben, vagy éppen a tudásunknak megfelelően tágabb környezetben működő vállalatok problémáit kutatás fejlesztéssel tudjuk támogatni, egészen a szabadalmakon, a tudományos publikációkon, vagy éppen a prototípus gyártáson keresztül, azokon a területeken, anyagtudomány, logisztika és ipari digitalizáció és természeti erőforrások, amiben országosan a legerősebbek vagyunk. 28 vállalat gondolta úgy, hogy ad számunkra szándéknyilatkozatot ehhez a pályázathoz, közöttük 10 multinacionális cég, MOL, MÁV, MVM, Borsodkem, MOS, nem sorolom el, és a környezetünkben működő különböző KKV-t. Ha úgy nézzük a kutatásfejlesztés, hogy mi hasznosul belőle az oktatásba, akkor azt tudjuk mondani, hogy ma a doktori képzés, amelyik a tudományos utánpótlásnak az egyik szükséges, de nyilván nem elégséges feltétele, folyamatosan fejlődik nálunk, és ebben külön kiemelném azt a kooperatív doktori képzést, ahol a vállalati partnereknél dolgozó szakemberek vesznek részt doktori képzésben a Miskolci Egyetemen. Ha a szabadalmainkat nézzük, gyakorlatilag csak az elmúlt 3-4 évben egy közel 20 olyan szabadalmat tudott a Miskolci Egyetem begyújtani, ami már túl van az elbírálási szakaszon. Most az lesz a nagy feladat, hogy hogyan tudjuk ezeknek egy részét olyan értelemben termőre fogni, hogy ebből bevételeink is származzanak. Számtalan hallgatót indítottunk el startup vállalkozás indításával, tehát egy olyan katalizátort adtunk neki pályázati, szintén egyébként uniós pályázati pénzből, hogy egy kezdeti vállalkozást el tudjon indítani. Tehát én azt gondolom, hogy számtalan területen bizonyította az egyetem a létjogosultságát. Visszatérve egy picit a K20-re, országosan és európai szinten nézve nem jó pozícióból indultunk korábban. Van egy European Scoreboard Index, amelyik nézi az Európai Unió és államoknak a kutatásfejlesztési potenciáját. Ezelőtt egy olyan 2014-15-ben ezen a listán még 21. helyen szerepeltünk, mint Magyarország. Azon már valamelyest tudtunk javítani, pont az előbb említett Science Parkok, a FIEC-ek, ez a Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ, 50 ilyen egyébként az országban, az egyik nálunk. Révén azt reméljük, hogy 2030-ig 10 és 15 közé tud kerülni Magyarország, és a magunk eszközeivel, mint felsőoktatási intézményehez igyekszünk hozzátenni. Csak a említette elnök asszony a duális képzés 2015-ben indult az egyetemeken, valóban német mintára. Itt az egyetemünk elsőként csatlakozott hozzá, évente hallgatói létszám változásában második és ötödik hely között pozícionálja magát ezen a területen a Miskolci Egyetem, és több mint 200 céggel van duális szerződésünk, többnyire vármegyénkből, de vannak azért az ország más területeiről, de például a Svájcban működő CERN céggel is van 10 éves hosszú távú kutatásfejlesztési együttműködésünk és megbízásunk, és Miskolci Egyetem volt az első az országban, ahol ipari tanszék létesült, a BOS tanszék, azóta már 2 MOL tanszékünk van, Borsodkem tanszékünk van, tehát azt gondolom, hogy ezek elég jól mutatják az egyetemnek ezen a területén a fejlődését, és egy szám 2019-ben a Miskolci Egyetem összbüdzséje, amiből éves szinten gazdálkodtunk, egy olyan 10 milliárd forint körül volt. Ma 25 milliárd az, amivel mi gazdálkodunk.
ennek egy része állami támogatás, a többi része saját bevétel, amiben a bérbeadástól, a pályázatokon és a kutatásfejlesztésen keresztül szolgáltatás nyújtásig minden szerepel, és korábban azért az évet nagyjából nullszaldóval zárta az egyetemünk, azért most elmondhatom, hogy azon túl, hogy van egy eredménytartalék, van egy 7 milliárd forintunk, mindig biztosított az, hogy legalább 3 havi működési költség rendelkezésre álljon, ha jön egy háború, ha jön a Covid, ha bármilyen viszmajor helyzet van, akkor is az egyetem tudjon fejlődni, és azért gyakorlatilag 2021 óta tudtunk átlagosan a nem oktató dolgozóknál egy 80, oktatókutatóknál szintén egy 80-85%-ig rúgó béremelést adni. Ez annak köszönhető, hogy olyan bevételeink vannak és olyan stabil a gazdálkodásunk, ami optimizmusra adhat okot a jövőre nézve. Szeretnénk az előbbi számokon túl azért még egy pozíció emelkedést felmutatni 2030-ig. Köszönöm, Viktor Összön. Eltelt 20 év elnök úr, és ez alatt a 20 év alatt a vállalkozások nagyon sok új ismeretet, új tudást, új szemléletet szerezhettek. A vármegye vállalkozásai szereztek, változott valamit az a kép, amit magukról gondolnak, ahogy gondolják, egyáltalán a vállalkozói szemléletük változott-e, vagy ugyanott tartunk? Hát jelentősen változott. Ma már Magyarországon nem nyugat-kelet gazdasági növekedési határvonal van, hanem észak-dél. Ugye nyilvánvalóan a mi vármegyénkenek a nyertese, mondjuk Dél-Dunántúllal, vagy akár a Dél-Alfölddel szemben is akár, ez is egy verseny. A vállalkozói szemlélet változását ilyen egyszerű példákkal, de talán mindenki emlékszik, hogy régen és ez nem bántó számokra, a butik, a kis kocsma az egy aranybánya volt. Hát ma már ez nincs így, ma már nem lehet, és ez megint nem bántóan mondom, de nem tudok most jobb szót hirtelen, kvázi ügyeskedéssel a gazdaságban talpon maradni. Tudás kell, menedzsment tudás kell, vezetői ismeretek kellenek, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, ez alapvető követelmény és elvárás. Nyilván minél nagyobb egy cég, főleg a nemzetközi, ez ott magától értetődő, hogy megyünk lefelé a méretben is akár, ez csökken, de hát a feladat pont az, hogy ezt az egyensúlyt próbáljuk megteremteni, mint egy olyan hajó, amelyiknek két lába van, a nemzetközi vállalatok és a hazai vállalatok. A kamarában kifejezetten törekszünk arra, hogy a nemzetközi cégek és a helyi cégek közötti összhangot megteremtsük, és ez nem csak feltétlenül beszállítói rendszer, mert a beszállítói pozíció az esetenként egy kiszolgáltatott pozíciót is jelent a helyi KKV számára, sokkal inkább egy kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést. A vállalkozók fejlesztésére óriási törekvés van kormányzati és helyi szinten is, ebben az együttműködésünk azt hiszem, hogy kiváló példa, de a kamarában is rengeteg olyan program van, amelyik a vállalkozók fejlesztésére szolgál, a szövetségben a vállalkozókért, talán ezzel találkoztak többen is, hogy hogyan lehet azokat a kompetenciákat megszerezni, ami a mai világ verseny képességéhez szükséges. A vállalkozóknak két nagy költségtétele van, amivel tudni kell gazdálkodni, egyik az energia, a másik pedig a munkaerő költsége, meg kell fizetni a munkatársakat, ez óriási teher, ennek egyetlen egy módja van, a hatékonyság és a termelékenység növelése. Ebben változott a világ, fejlődtünk, jelentősen fejlődtünk, és azt remélem, hogy bírni fogjuk ezt a versenyt a következő időszakban is. Így igaz a versenyképesség a jövőnek a kérdése. Nem csak Magyarország szintjén, hanem az Európai Unió versenyképessége is, akár Indiához, akár Kínához, akár Amerikához. Hölgyeim és uraim, a helyes időgazdálkodásnak az eredményeképpen, bár ebben a szerepemben most debütálok először, szeretném megkérdezni önöket, hogy elindított-e
önöknél valamit ez a beszélgetés? Vannak-e gondolataik, észrevételeik? Valahogy máshogy látják a Európai Uniós csatlakozásunk 20 éves mérlegét? Vannak-e kérdéseik? Tessék, Mezőn! Adom én a mikrofont. Hagyjad itt, viszik. Viszik? Jó. Ja. Köszönöm szépen, Juhász Imre vagyok, Miskolci születésű. Pályámat gazdasági diplomataként töltöttem, hogy ez Németországban, és most a Gazdasági Társaság EU szakosztályának vagyok a titkára. Közelmúltban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy nagyon jól sikerült rendezvényt tartottak a visegrádi országok együttműködéséről. Ebben még nagyon sok tartalék van, és ebben szükséges egymás kultúrájának, történelmének, nyelvének megismerése. És most adódik a kérdés, vagy a javaslat, vagy a megjegyzés. Ugye a Borsod, ahogy Zemplén vármegye Szlovákiával határos, az én kérdésem, fölvetésem az elsősorban elnök úr felé, hogy hol tartanak a magyar, az észak-magyarországi, konkrétan vármegyei vállalkozók a határ, a nem létező határ túloldalán lévő vállalkozókkal való együttműködésben, illetve hogy az egyetem tud-e abban közreműködni, hogy ezt a sok esetben még információs hiányt főleg az újabb, fiatalabb generációra vonatkoztatva, hát minél inkább betolja, pótolja. Hiszen olyan lehetőségek vannak is ehhez a két ország EU csatlakozása is nagy lehetőséget, új lehetőséget kíván, ami szintén hozzájárulik versenyképesség, hatékonyság, stb. Növeléséget. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Összegyűjtenénk a kérdéseket, mert 10 percünk van, tehát hogy kellő időben tudjuk befejezni, érkezik a mikrofon, érkezik, már ott is van. Köszönöm igen. Szépen, Folytán Gergely, Boki, és én Ildikótól szeretném kérdezni, hogy most eddig az elmúlt 20 évről beszéltünk, de nagy vonalban, hogy látja az elkövetkezendő 20 évet? Milyen fő sorokpontok merülhetnek fel? Köszönöm. Jani József, készenvállalkozó vagyok, és csak azt szeretném kérdezni a reakciókra, hogy nagy vállalkozással ugye vártam ezt a mai rendezvényt, megtartottam is a fáradtságot. Aztán Corvinus Egyetem két fiatal oktatója írt egy könyvet, végzett egy kutatást a 20 évig, aztán 15 évre is. És egy megdöbbentő adat, az igazságtartalmát nem tudom ellenőrizni. Az ő konklúziók, vagy véleményük szerint az Európai Uniós forrásokat nem kapott vállalkozók, nem nyert, nem pályázott, nem kapott vállalkozók lényegesen jobban fejlődtek az elmúlt 20 évben, nagyobb eredményeket értek el, mint az uniós pályázatokat kapuk. Illetve még azt szeretnék, hogy az 1025.000 jönnek itt a 100 és 1000 milliárdok, akkor nincs abban valami ellentmondása az eladók véleménye szerint, hogy mégis minden mutatóban országunk gyakorlatilag a 26-27 helyen van az Európai Unióban. Hát időnként Bulgáriát meg tudjuk előzni, hogy valami nincsen, valami véleményük ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönjük! Még egy kérdés. Nem tudom, hogy először is Tamásnak szeretném megköszönni ezt a rendezvényt. Én ennek nagyon örülök, hogy ez létrejött. Azt viszont nagy-nagy szégyenének tartom az országnak, hogy erről nem volt hivatalos megemlékezés. Ez az Orbán szégyene a 20 éves. Ez egy történelmi dolog, és semmi nem történt. Von der Leyen asszony kedves szavakkal köszöntötte a magyar embereket. Annak ellenére, hogy hát ugye támadjuk az uniót, nekem kipusztítások voltak. Nem véletlenül mondta Juncker szúr már évekkel ezelőtt, hogy egy diktátor Orbánnak. Hát erről ennyi. A másik 83 ezer milliárd euró jött be 2004-től ebbe az országba, és ugye 20 milliárdot fizettünk be, mint az uniónak költsége, tehát négyszeres volt. Na most egy nem látszik az országban. Sajnos azokkal a gazdasági szakemberekkel kell egyetérteni, akik azt mondják, hogy az elmúlt évtizedek
hát nem azt hozták, mint ami várható lett volna. Egyrészt a pénzeket nem arra költötte Magyarország, hanem betonban, meg nem tudom én miben, Luszent is kilátóban. Másik része pedig magás ebben ment sajnos Magyarországon, és ezért nem kapjuk meg az uniós pénzeket most. És ez köszönhető mind a regnáló hatalomnak az egyetemről, amit, hogy a Horizont meg a Erasmus program is nem működik, lehet így mindent mondani, hogy Orbán majd erre a pénzt meg erre, ez nem így működik, ezt mindenki tudja, hogy ebből ki lehetünk hagyva, tönkretették az akadémiai kutató részleket, mindent. Tehát a versenyképességünk nagyon-nagyon elmaradott, és a kolléga úr, ahogy mondta, minden gazdasági eredmény negatív, tehát gyakorlatilag Bulgária csak néhány dologban van utánunk, mindenben még vagyunk az utolsó, de lehet itt azt mondani, hogy hú, járja épült, ez épült, az épült, de mi épülhetett volna, és hova juthatott volna ez a gazdaság, hogyha valóban ezek a pénzek hasznosultak volna, arra jutottak volna, ahol vannak. Tehát itt többször elhangzott az autópálya, hát kérem, Orbán most adta oda az autópályát 35 éve ugye a kedves barátjának, és ezen 17 ezer milliárd forintot fog keresni. Úgyhogy így ne emlegessük az autópályát. Magyarországon a legnapos autópálya díjban hasonló, mint Ausztriában 10 napos. Tehát gyakorlatilag a magyar emberek és vállalkozások kifosztása látszik ebbe az utóbbi időben. Nem akartam minden fontos lenni, de ezek tényadatok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy a kérdések végére értünk. Minden kérdésre megpróbálunk válaszolni. 5 perccel rendelkezésre kezdjük. Perfő. Nézd az órára. Jó, hát először Török Antal kamarai taktársamat arra kérem, hogy a politikát azt a kamara falai között nem szoktuk gyakorolni. Mindenkinek lehet ilyen vagy olyan véleménye, ez az ünneptől függetlenül ez egy rossz irány. Főleg Magyarország miniszterelnökére megjegyzéseket tenni, nem tartom helyesnek. A Gömöri Jóska kamarai tartásunk, ő nem kényszervállalkozó, ez egy szerény mondat, hanem egy nagyon jó vállalkozó, a duális képzésnek egy meghatározó szereplője, ráadásul Szikszó, nagyon nehéz sorsú térségében, már a HEL jelentősen lendített a pozícióján. És azt gondolom, hogy azért azok az európai uniós források, amikről beszéltél, ezt a koalíciós kutatókönyvet nem ismerem, de hát nyilvánvaló, aki forrásokhoz jut, én ilyen felméréssel nem rendelkezem, azt csak reméljük, hogy próbálta hasznosan. Kétségtelen, hogy a támogatásokon sokan mondják, hogy a verseny csorbítja, mert ha kapok egy csomó pénzt, akkor kicsit megelőzöm a versenytársaimat. Én kételkedem abban, hogy ez egy alapos levezetés eredménye lenne, de nyilván ez is a kutatói szabadság része. Kutató könyvet ír, azt ír, amit gondol, de én az európai forrásokat most, mint egy olyan cég tulajdonosa is, aki ilyennel foglalkozik, azért én úgy látom, hogy a többségében hasznos, jó helyre került és jól felkészült emberek költik el, és hát az előző levél, amit említettem, amit kaptam, az pedig nyilván ezeket nem nagyon szereti. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy szép ünnep, jó ünnep, és Magyarország sokat profitált ezekből a elmúlt 20 év időtartamán. Köszönjük szépen, elnök úr! Egyébként egy gondolat csak, hogyha józan ésszel gondolkozunk, van egy vállalkozás, aki el szeretne valamit érni, elindítani egy beruházást, egy fejlesztést, ehhez van a saját forrása, és valaki azt mondja erre az ötletre, hogy jó, legyen ez az Európai Unió, és ad hozzá még addicionális forrást. Könnyebb lesz a fejlesztést megvalósítani, vagy nehezebb? Hát nyilvánvaló, hogy könnyebb lesz, hogyha adnak hozzá forrást, és ez főleg, ami kérdés, hogy jó vagy nem, persze, nagyrészt vissza nem térítendő forrásról beszélünk, tehát nem olyan, mint a banki forrás, amikor még a tőkét és a kamatjait is törleszteni kell.
Úgyhogy biztos, hogy vannak ennek a kutatásnak létjogosultsága abból a szempontból, hogy azok a vállalkozások, akik nem kaptak ilyen jellegű forrásokat, sokkal jobban túráztatták a agyukat, ha lehet ezt mondani, hogy mit szeretnének a vállalkozásból csinálni. Tehát pont az inspirálta őket, hogy nem kapnak forrásokat. Ha ebből a szempontból nézem, akkor nyilván ők sokkal hatékonyabban és termelékenyebben jutottak előre, mint azok a vállalkozások, mert talán, akik ezt a forrást úgy nézték, mint egy ingyen forrás, és leginkább az elköltésében voltak érdekeltek, és nem a hasznosulásában. Köszönöm szépen, nagyon röviden említette az úr az Erasmus Horizont. Igen, valóban kiszorítottunk minket, és azzal egyetértek, hogy politikai döntés, mert ennek semmi köze szakmai döntéshez. Azok a számok, amelyeket elmondtam, hogy az egyetem hogy pozícionálta magát, teljesen igazságtalan, hogy egy hallgatói, oktatói, kutatói kört kizárjanak olyan uniós programokból, olyan oktatókutatóknak, ennek semmi között nincs a politikához. Pillanatnyilag 7 olyan egyetemi kutatónk van, aki a világ 2%-ában benne van. Úgyhogy mi ezt kifogásoltuk, levelet írtunk von der Leyen asszonynak, igaz, hogy nagyon forradalmi volt, mert semmi reakció, 2 hivatalos levélre nem gondolta, úgyhogy válaszolnia kellene. És nem mellesleg az Európai Bizottság döntését mi bepereltük, ha nem lenne jogosak az érveink, akkor nem fogadta volna be az Európai Bíróság a keresetünket. Jelen esetben így áll a helyzet, tehát én azt gondolom, hogy és nem mellesleg azóta 2 olyan új kormányzati program indult, ami nem tudja kiváltani természetesen a Horizont és az Erasmust, de a Pannonia programban 360 millió forintot nyertünk arra, hogy mobilitással az oktatóink és kutatóink ki tudjanak menni. Május végéig több tucat bilaterális egy szerződést kötünk uniós egyetemekkel, meg unión kívüli egyetemekkel, hogy a mobilitás biztosított legyen, és nem adtuk fel. Igaz, valóban kiszorítottak minket, de nem gondoljuk, hogy ez jogos, és mindig így fog maradni. Felmerült Szlovákia, folyamatosan Kassán dolgozik Hetei Ágota főkonzulasszony, akivel nagyon élénk kapcsolatunk van. Egyrészt segíti abban az egyetemet, hogy a Szlovákiában élő félig vagy teljesen magyar diákokat miként tudjuk segíteni, és tavaly indítottunk az egyetemen először szlovák nyelvi kurzus, pont azért, hogy a kulturális és együttműködés tudjon erősödni, és azok az egyetemek Szlovákiában, Besztercebányától, Kassán keresztül, Pozsonyig, nem sorolom meg az összeset, pont közös kutatásfejlesztési együttműködésben vagyunk, illetve több korábban is több V4-es projektet nyertünk közösen szlovák, román és cseh egyetemekkel is, úgyhogy tehát teljesen jogos a kérdés. Egyelőre inkább az a gond vagy jó hír nézőpont kérdése, hogy olyan szinten vált az angol nyelv lingua francává és közvetítő nyelvé, hogy gyakorlatilag hiába hirdetjük a szlovák nyelvi kurzusokat, kevesen veszik igénybe, mert Szlovákiában is megértik az angolt, amit nálunk, és ez jó is, egyfelől másrészt gátja a szlovák nyelv terjedésének. Köszönöm szépen, köszönöm. Csak egy mondat. Igen? Szintén a szlovák-magyar kapcsolatokhoz kapcsolódóan szeretnék én is 2 mondatot csak hozzáfűzni. 2013-ban Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye és Kassa megye létrehozta a Dél-Kárpátia EGTC-t. A 2 megye azóta is nagyon szoros kapcsolatot ápol egymással. Tavaly volt 10 éves a Dél-Kárpátia EGTC. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó együttműködés alakult ki a 2 megyének ezen az EGTC-n belül, és például az elmúlt 10 évben volt egy szép cserehát programunk, egy határon átnyúló program, amelyben a 2 hátrányos Kassa megyében lévő egyik térségben, és itt nálunk a cseleháti térségben élő vállalkozók helyi gazdaság fejlesztésre irányuló törekvéseit tudtuk támogatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó irány, emellett nem csak gazdaságfejlesztés, a hagyományok ápolása, a közösségépítés, mind a 2 megyében aktív időskor központot működtetünk. Itt nálunk a Vármegyeházán, Kassa megyében, szintén a Via Carpathia GTC székhelyén
tehát közös az irány előre, és azt gondolom, hogy ezeket a célkitűzéseket az elmúlt időszakban is nagyon-nagyon jól és konstruktívan meg tudtuk lépni elnök úrral, és ez a jövőben is így lesz, ha csak a jövőbeni terveinket alapul vesszük. Köszönöm. Köszönöm. Még polgármester is szeretne hozzátenni valamit, és aztán válaszolok, Gergő. Igen, a szintén itt a szlovák-magyar kapcsolatok. Egyrészt mi Kassó-testvérási kapcsolatban vagyunk, és egyre szélesebb, tehát már azt már mondom, hogy a Covid előtthöz képest is fejlődtünk. Interregionális pályázatokban például katasztrófavédelem közös terület, hiszen itt akár vízgyűjtő területeket nézünk, közösen kell megoldani problémákat. Erre egy projektet nyertünk. Szociális felzárkóztatás közösen Kassával, illetve ugye a Miskolci Egyetemmel, ugye persze Miskolc városával, illetve a gazdaságfejlesztés is, valamint a V4-es testvérvárosok, tehát Ostrava, meg Katowice-ével kiegészülve, négyen most már egyre szorosabban próbáljuk megosztani egymással a tudásunkat. Hát nekünk a nagy példa szerintem Katowice kéne, hogy legyen, hiszen ott egy olyan gazdasági fejlődést sikerült realizálniuk, ami azt gondolom, hogy az egész régióban egyedülálló. Egyébként a szlovák-magyar kapcsolatokat erősítendő május 17-én írjuk alá Selmezbányával a testvérvárosi megállapodásunkat. Ennek ugye sok jelentőség van, egyrészt az egyetemi volt is, másrészt pedig azt gondolom, hogy tovább tudjuk erősíteni ennek a régiónak az összetartozását. Be kell vallanom, hogy én ezt elmondom mindig a kassai kollégáknak, meg a kelet-szlovákiai kollégáknak, hogy ez mindig is egy történelmi régió volt gazdaságilag és kulturálisan is. Hát miért kéne szétszakítani, pláne úgy, hogy most már nincsenek határok. Még egy gondolat, mert én érintett vagyok értelemszerűen az egyetemen is, és itt az alapítvány egyetemet kért támadás. Én leghatározottabb, talán én hiteles vagyok olyan szempontból, hogy mint kuratóriumi tag el tudom mondani, hogy itt az egyetemen, amit rektorna is elmondta, hogy rendkívül hatékonyan tudjuk felhasználni azt a forrást, ami körülbelül 2,5-szeresét növekedett az elmúlt időszakban. Céltartalékaink vannak, tudunk fejleszteni. Vannak olyan elképzelések, amikor az egyetem abszolút nyereségessé vált, illetve olyan tudományos fejlesztés, amivel emeltük az oktatás színvonalát. És nem tudok egyszerűen elfogadni olyan dolgokat, hogy politikai nyomásgyakorlásra használják fel a fiatalokat. Tehát én ezt elmondtam mindenkinek abszolút és őszintén. Hiszen ezzel nem csak a magyar egyetemeknek, nem csak a magyar egyetemeknek, hanem az európai egyetemeknek is átadtak. Hiszen szinte már nem titokban kell már együttműködést építenünk európai egyetemekkel, kutatókkal, hiszen olyan felhangja van az együttműködésnek most itt a alapítvány egyetemekkel, ami nem szerencsés az én olvasatomban. De nekem mindig is volt egy vágyam, hogy válasszuk már szét a gazdaságot, válasszuk szét a településfejlesztést a politikától. Én ezt képviseltem itt a városban is eddig is, és azután is ezt szeretném majd képviselni, ha lehetőségem van rá nyilván más pozícióban, és én ezt gondolom az Európai Unióról is, hogy válasszuk szét a gazdasági célokat, érdekeket, elveket a politikaiaktól. Hozzáteszem, hogy ez egy rendkívül lassú rendszer az Európai Unió, és ezt majd Hiltika megmondja, hogy olyan-e vagy nem. Tehát én azt tapasztalom, hogy rendkívül lassú, és úgy nagyon hajlamos egykor alá venni sok dolgot. Van itt a 100 kilós emleges város misszió például, amivel Miskolc benne van, és ugyanolyan kalap alá vesznek meg, miket mondjuk Tamperét vagy Barcelonát. Mi nagyjából oda szeretnék eljutni, ahol Tampere most van, és ugyanolyan feltételekkel kell pályáznunk. Szóval itt ezt is meg kell kezelni. Most például kevesen tudják, de most az új operatív programokban például pontosan utat nem lehet fejleszteni, csak kötött pályát. Csak akkor lehet fejleszteni a gazdaság közvetlen gazdasági céljában. Pedig itt még nekünk kéne infrastruktúrát fejleszteni, és nem csak soft programokat, hanem annál sokkal fontosabb lenne még főként egy ilyen régióban, mint a miénk, az infrastruktúrát fejleszteni. Szóval azt gondolom, hogy itt közösen kell majd még tanulnunk, az elkövetkező 20 évre vonatkozóan, arra a kérdésre egy kicsit a válaszhoz is. Köszönöm szépen, polgármester úr, ez a program, amiről beszélek most, ez a Smart Cities programnak a része? Tessék? Ez a Smart Cities programnak a része?
ez a Horizonon belül van. Igen. Horizonon belül van, és igen, ez a, ez a Greenland Smart City része, miként indult el, így van. De most ez a neve, hogy 100, tehát a Net Zero, vagy Net Zero and Smart City. Igen, na pont én ellenőriztem ezt a területet. Jaj. Úgyhogy van tapasztalásom róla. A legnagyobb problémának azt látjuk, hogy abszolút a kommunikáció hiánya látszik. Tehát a programok megvalósultak, majd átvették, másolták más városok. Miskolc is így került be a képbe. Ami nagyon jó, és megállt, és nincs tovább. Tehát az Európai Unió oldaláról nézve, ezek a források nem hasznosultak megfelelően, mind a mellett nem is látjuk a programnak a folytatását, tehát úgy tűnik, hogy ez a program itt megreked, ami számunkra Európai Unió szempontból nem megnyugtató. Elkezdeni valamit, nem látni a hatékonyságát, és nem látni a végét, tehát ez nem a legjobb forrás. Hasznosulás. Egyébként, igen. Ez a Smart City-re vonatkozó elsősorban, ebből nőtt ki ez a 100 kilomos emleges. Itt én még mindig nem látom valóban a forrásokat, nem látjuk. Viszont most már nyílnak meg olyan források, ahol előnyt élvez az, ha valakinek van egy ilyen klímaszerződése az Európai Unióval, mi most fogjuk aláírni nem sokára. És én abban bízom, hogy ezek a közvetlen források ilyen módon jutnak majd el konkrét programokra. Konkrétan meg nevezett programokra. Tehát nem egy ilyen nagy lufi lesz az egy, bocsánat, hogy ilyet mondok, de volt egy ilyen jellegű az előző. Így van. Örülök neki, ez a munkáknak a része, hogy a bizottságnak felhívjuk a figyelmét arra, hogy mi az, ami nem jó, és mik a hiányosságok, ők meg szépen dolgozzanak rajta, és pótolják ezt. De ami a kérdést illeti, hát se futurisztikus megközelítésem nincs, se jövőkutatással nem foglalkoztam, de foresight szemlélettel szeretném, hogyha néznénk ezt a kérdést. És én azt gondolom, hogy az Európai Unió egy jó gazdasági közösség, egy jó jogi alap és jó közös értékrend abban, hogy mi ott működni tudjunk teljes jogutaként. Ez nem azt jelenti, hogy a folyó sodorjon bennünket, és ne legyen semmiféle véleményünk, és egy lehulló fa levél legyünk, aki majd a folyón ott úszkál, és majd dobálják a hullámok. Nem. Olyan tagok kell, hogy legyünk, akik képesek véleményt formálni, képesek a döntéshozatalban részt venni, és képesek ezt a döntéshozatali folyamatot érdemben befolyásolni. Mindig az volt a messzőparipám még a európai parlamenti képviselőként is, és most is a számvevőszékben, hogy ki kell használnunk a lehetőségeket. Tehát nem akkor kell bekapcsolódni egy programba, amikor már kész van, mert akkor már kész kellene lenni annak, amit csinálni akarunk ezzel a programmal. Akkor kell bekapcsolódni, amikor a keretrendszerét alakítják ki. Tehát fel kell érnünk oda, hogy ne azt várjuk, mint az a vállalkozó, hogy nem kapott pénzt, hanem azt várjuk, és keressük az utat ahhoz, hogy milyen szerkezetbe tudok hozzájutni ahhoz a pénzhez, ami azért kell nekem, hogy a vállalkozásomat fejleszteni tudjam. Tehát egy kicsit szemléletváltásra van szükség ebbe a megközelítésben, mert ellenkező esetben csak azt fogjuk érezni, hogy az Európai Unió egy pénzcsap, ahonnan a pénz folyik, vagy nem folyik. Tehát ez valójában nem így történik, nem csak arról szól az Európai Unió. Én nagyon örülök neki, amikor biztos vagyok abban, bármelyik Európai Uniós országba elmegyek, hogy az a termék, amit megvásárolok, ugyanolyan minőséget produkál. És nem kell gondolkoznom azon, hogy ezt megtehetem, megehetem, megihatom, vagy elutazhatok-e egyáltalán oda, vagy nem kell néznem a határon, hogy átléphetek most Szlovákiába, vagy nem léphetek át. Milyen kedve van a határőrnek, át fog engedni, vagy mondva csinált okokkal vissza fog utasítani. Én emlékszem arra az időre, amikor gyerekként is folyton rettegtem, miközben semmit nem csináltunk, de hogy mi fog történni. Mindig mondták a szüleim, nem kell beszélni nekem semmit az ég adta világon. Mondtam, hogy én nem is akarok beszélni, persze mindig a gyerekeket kérdezték meg, hogy hová megyünk, mit csinálunk, mit szeretnénk csinálni. Tehát én élvezem azt, nem az utazásokat, mert abból elegem van, hanem azt, hogy egyáltalán megtehetjük azt, hogy
az árok, a szolgáltatások, mi személyek is, a tőke is szabadon mozog ebbe az Európai Unión belül. Persze tudom, hogy nincs minden jól kihasználva. Tudom, hogy lehet rajta sokat fejleszteni. Ez az út áll előttünk. Ezen kell tovább lépni. Tehát nem elég a kereteket jól kitárgyalni, nem elég ezeket a forrásokat elérni, hanem nagyon jól kell tudni felhasználni. És amiben pedig feltétlenül javítanunk kell és növekedni kell, az a versenyképesség. De ez nem csak Magyarországra vonatkozik, az az Európai Unió összes országára vonatkozik. És még egy valami, amit megtanultam, hogy mi soha nem vagyunk büszkék semmire. Tehát egyszerűen vagy nem merünk büszkék lenni, vagy elfelejtjük és természetesnek veszük. Én azt tanultam meg egy Brüsszelbe, egy Belgiumba, egy Luxemburgba, hogy azok tudnak, mernek, akarnak büszkék lenni. Sőt, feltételezik magukról, hogy ők a legjobbak, és jobb nem is létezik. Na, mi ehhez képest nagyon-nagyon szerények vagyunk, túlságosan szerények vagyunk. Ez egy örökség, amit le kell majd vetkőzni és kezelni kell tudni, és ezért mondom azt, hogy a humán erőforrásba kell fektetni, mert az az egy, ami át tud bennünket ezen a gáton vinni, és ami kezelni tudja, hogyha azt nem tudjuk megtenni, hogy ezek a fiatalok ilyen lendülettel menjenek neki az életnek, és egy szemennyi görcs se legyen bennük, és fék sem a tekintetben, hogy versenyképes-e ő egy német hallgatóval, vagy egy német munkaerővel szemben, akkor jutottunk célba. Akkor megérkeztünk az Európai Unióba, és akkor igazi otthonunknak fogjuk tudni tekinteni. Én szeretném, hogyha olyan Európai Unióról beszélnénk a következő 20 évben, ahol mi tudunk, merünk, akarunk is önmagunk lenni, megalkuvások nélkül. Én köszönöm szépen a kerekasztal résztvevőinek a hasznos gondolatokat, a sok hozzáadott értéket, és önöknek pedig az értékes időt, amit velünk töltöttek együtt. Remélem, hogy megfelelő ünneplés is volt az Európai Unió 20 éves évfordulójára. Köszönöm szépen! Köszönöm. Én elköszönök, mert kis csúszásban vagyok, és már vár egy delegáció. Szeretném megköszönni.